Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Na jó. Először is a Polgári Mulató nevében köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek. Kérlek szépen, kövessetek minket a Facebookon, és iratkozzatok fel a Facebook csatornánkra is, mert tudjátok, hogy eléggé rejtve vagyunk. És körbeadok majd szünetbe egy lapot, arra nyugodtan írjátok majd fel az e-mail címeteket, és akkor én mindig körbe küldöm az aktuális eseményeket. Tudjátok, hogy nagyon rejtve vagyunk, és sajnos másképp nem tudjuk az eseményeinket promózni, és köszönöm szépen még egyszer. Miatt elkezdjük, nekem muszáj a telefonomon beállítani, hogy mert képzeljétek el, biztos észrevettétek már, hogy vannak olyan adások, főleg az elején, amikor ugye ilyen promó van az elején, amikor ilyen iszonyú idétlen, ilyen, mint egy ilyen antenna, így ilyen tincsek állnak ki a hajamból. Ne lejjed fel a kezét, aki észrevette. Kérem szépen, köszönöm. Ne lejjed fel a kezét, aki csak ezért nézi. Még jobban köszönöm. De örülök, hogy föltettétek, mert ugye ez egy örök vita köztük, hogy jó, hát én nem is vettem, mert mindig kérdezem tőlük, hogy megnézem utólag, ja, akkor még egy picit messzeről kezdtem, ugye az, hogy fölvesszük az adást fejhallgatóval, és akkor a végén ugye levesszük, és akkor szoktam fölmondani ezt, hogy néha az elején van egy ilyen, hogy mi lesz a mai bűsorban, úgyhogy levettem a fejhallgatót, és akkor elfelejtem, hogy hát azért az egy kicsit úgy, hogy mondjam, ott összekuszálja a dolgokat itt a fejemen. És akkor fölvesztük a promót, jaj de jó, a vágó megcsinálja, elküldi nekem, és baszd, hogy nézel ki, hülye gyerek. Tényleg ilyen, és akkor én kérdezem, hogy baszd, meg miért nem szóltatok, hogy... És ezt már elmondtuk sokszor, hogy ehhez mi heterók vagyunk az angolzóra. Igen, saját hajunk sem érdekel, mert nincs. Hát a ti hajatok senkit nem érdekel, ez valóban. Az Ádámé annál inkább. A stúdióban, akinek a haja fontosabb, mint az enyém, azt lenövöm. Igen, tehát Ádámmal nem tudok ilyen hajdolgokban versenyezni, nem is akarok, de hogy azért engem zavar, hogy nem azért, nem, hogy most akkor hú, tényleg jól áll-e minden egyes szád, de hogy azért idétlen ne legyek már mégiscsak a képernyőn, hát sikerülni annak lenni. És kérdezem, hogy miért nem szóltatok, hogy hülyén áll a hajam, és azon kívül, hogy igen, hogy ő nem, tehát ők hetero. Gondoltuk jól, hogy ez hülyén vettük, mi ezt nem figyeljük, de legalább azért a csajok figyeljük. Valami, egyébként volt már, hogy ők szóltak, de ők nem, nincsenek már ott a végén mindig. Szóval azért muszáj volt, hogy mégiscsak valahogy. Egyébként mi lányok lépés előnyben vagyunk, mert legalább nekünk a Ervin szokott szólni, vagy nem tudom, száll a hajad, igazíts meg felvétel előtt, de rád nem figyel annyira ezek szerint. Rám nem figyel annyira, egyébként te meg vagy elégedve, Ervin a főrendezőnk egyébként nagyon jó csávó, meg jó szakember, meg kedvelő. Abszolút, Ervinnel nagyon meg vagyok. De hogy te mert például igen, akkor kicsit most így belecsaptuk, félig formálisan, de nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket, örülünk, hogy eljöttetek tényleg. Itt van a, hát majdnem az egész csapat, a lányokkal kezdem, Szenes Évi, Szarosi Timi, Petrovics Kinga, csak a határszünetet kaptam, na, tudom, hogy hívják. Olá Laura is érkezik hamarosan, itt van Varga Ádám, itt van Tas Dani, akit mostanában ritkában láttok a képernyőn, mert ugye nem vagyunk heti ötször, és a alapcsapat nagyjából mindig ráér, de azért néha szokott jönni Dani, és nagyon örülünk, hogy most is itt van Takács Áron, és igen, jön Ambrózi Áron is, aki azt hitte, hogy hétre kell jönni, most nem lepődik meg ezen annyira. Amúgy milyen érdekes, hogy Ambrózi soha nem viszi azt a 6.30-et, hogy 6-ra kell, mindig fél órával később. Azért nem török pálcát fölöttem, mert azért én is hajlamos vagyok. Néhány perccel később, rólatok nem is beszél. Na de ott hagytuk abba az előbb, hogy igen, hogy Évi meg szokott, te szoktál reklamálni, hogy Ervin nem... Mindig fentről vesz benneteket a kamera, és szerintem olyankor sokkal... Bocsánat, igen, még neked kevesebb gyakorlatod, hogy a mikrofont azt így nagyon telibe tartjuk. Megmarkoljuk nagyon. Nyomottabbak vagytok, illetve a fiúk, meg néha vörös a fejem, rák. Ez nem tudom, hogy az nem a kamera hibája. A színezés, tudom, de igen. De nekik a kispadon, vagy nem? Néha, mert tök, más tök más a félbeállítás nálam, meg náluk. És szerintem akkor jó a felvétel, hogyha lentről vesz a kamera téged konkrétan. Igen, én most már szoktam szólni Ervinnek mindig, hogy Ervin megint fönt van a kamera, mert tényleg egy kb. Ilyen szögből, és én is észrevettem, hogy jobban nézek ki, hogyha szemből vesz, mint hogyha fölül. Meg mikrofont nyugodtan vegyél, hogyha kritizálni akarsz engem, meghallgatják a nézők szerint a kinézeted miatt. Tartanak veled. Kimondott. Nem, szerintem a tartalom és a forma egysége az lényeges. Na és akkor én is mindig mondom neki, hogy Ervin már megint magasan van a kamera. Azt mondom, most már lejjebb vettem, már még lejjebb, mondom, vedd még le, de akkor már a pöcsöt felől fog meg. Úgy látszik, hogy neki ez egy ilyen szakmai beidegződés, hogy fölülről veszi az embereket.
Csak hogy meséljünk ilyen kis kulisszatitkókat. Igen, ő is nagyon magas. Tehát az Ervin majdnem 2 méter magas, nem? Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nem hiába vesz felülről. És 180 kilós, hatalmas agyarai vannak. De egyébként ez tök jó, mert ilyen, ennyien így egyszerre, tehát olyan közönség találkozót kaptatok, amire még én sem számítottam, hogy, hogy mindannyian itt leszünk, ez tök jó. És azt találtuk ki, hogy nem sok értelme van, hogy most itt előadjunk élőben egy ilyen kvázi hobbista műsort, és mindenféle okos dologról beszéljünk, politikai, társadalmi kérdésekről, hanem ez egy, tényleg legyen a tietek ez az este. Úgyhogy ma azt fogjuk csinálni, amit én egyébként tudjátok, hogy nem nagyon szoktam szeretni, hogy a közönség kérdez. Kérdezzetek a hajakról például, nyugodt. Arról is lehet, de megbeszéltük Ádámmal, hogy azért magán és család, magánélete családdal kapcsolatos dolgokat, a témákat kerüljük, de hogy tényleg nyugodtan, és most tényleg legyen egy ilyen este. Én azért nem szoktam szeretni a közönség kérdéseket, talán már ezt ki is fejtettem nektek, mert általában az van, hogyha az ember elmegy egy ilyen fellépés, hakni, bármilyen beszélgetésre, ahol van egy viszonylag akár pár tíztől, akár egészen pár száz fős közönség, és akkor mindig vannak ott olyanok, akik úgy érzik, hogy na most jött el a nagy lehetőség az életben, hogy elmondják országvilágnak, hogy mit gondolnak a világról, és a közönség kérdések idején az illető feláll, és elkezdi mondani. Hát egy igen, csak áll és mesél, és általában eleje még van, de vége nincsen, meg igazából közepe sem. Tehát egy ilyen parttalan okfejtés, mert hogy úgy érzi, hogy ő neki most ott tényleg el kell mondania, hogy hogy működik a világ. És tudom tisztelni az ilyen embereket is, hogy feláll és elmondja a véleményét, tök rendben van, de általában meghal a buli ettől. És akkor természetesen kivételek ez alól. Igen, de azt már tapasztaltuk, hogy itt tényleg kérdések szoktak lenni, meg olyan jó beszélgetések alakulnak ki, úgyhogy ezért is mertem vállalni, hogy akkor ez tényleg legyen egy ilyen. Én ilyenkor azt csinálom, hogy a végén megkérdem, és akkor mi a kérdés? Volt olyan párszor, hogy tényleg én stabilan most egy emberre gondolok, most nincs itt, úgy látom, és akkor egy ilyen hosszú-hosszú monolog, és akkor mi a kérdés? Te is így gondolod? Nem is értem. Vannak ilyenek, ez ennek a veszélye, de ez ennek a szépsége is, mert ezt tudni kell, hogy ugye helyén kezelhet, legközelebb nem engedjük be az ilyet. De nem amúgy ez. A közönség kérdés abból, hogy tényleg olyanokat is tudtok kérdezni, amikre mi igazából nem is tudunk gondolni. Már összeszokott csapat vagyunk, ugyebár tényleg kb. Tudjuk, hogy mire gondol a másik, hogy milyen poént, hogy fogja lecsapni az adott poént, vagy a bármit. De amikor ti belekérdeztek valamit, akkor az kvázi egy ilyen váratlan, ilyen ad hoc dolog, és sokkal fel tudja pörgetni jobban a műsorot, dinamizálni is tudja, úgyhogy ez szerintem egy ponton jó. És arra nem gondoltatok, hogy esetleg a magánjellegű dolgaitokra is kíváncsi a közönség? Én nem sok ilyet voltam, de lehet, hogy egy-két dolgot mondhatnátok. Ja, most nyilván majd az kérdésfüggő, de szerintem úgyse kérdeznek olyat, amire nem szívesen válaszolunk, úgyhogy persze, hogy fogunk válaszolni, szóval mindent. Kérem, milyen a kapcsolatod Puzsér Róberttel? Ez már egy közönség kérdés? Ádám, ugye olyan, mint a zenekaroknál szokták ezt mondani a dobosra, hogy hát már nem közönség, de még nem zenekar, az Ádám a dobosunk. Nekem semmilyen kapcsolatom nincs Puzsér Róberttal egyébként. Akkor azt most jegyezzük föl. De mostanában most érdekes, hogy vicces ez a kérdés, mert az elmúlt napokban többször is felmerült hetekben, hogy kérdezték, hogy vitáz, tehát hogy ilyen különböző rendezvényeken, ahol hívtak, hogy ilyen vita, és hogy vitáznék-e a Puzsérral. Ja, tehát mi volt az egyik most itt eszembe? Hát, hogy ebben, hogy jönne ide a Puzsér, és hogy én leülnék-e vele vitázni. Én nagyon szeretném, ha nem te ülnél le vele, hanem Ferenc Orsolya. Egyet értek. Na, tessék, hogy jó volt. Gyakorlatilag de volt Győrben is egy ilyen fő, de várj ezt azért lesz. Ifjúsági rendezvény, és ott is kérdezték, hogy a Puzsér, azért, hogy a Puzsért én számtalan alkalommal hívtam a hobbistába az elmúlt 3 évben, és mindig ki, vízisikló így kisiklott előle, jó hasonlat. Úgyhogy azt mondom, hogy ha ő nem akar, akkor én miért erről. Azt azért fejtsük ki, hogy a kurz poénja, hogy Puzsér és Ferenc Orsi vitázzon, hogy ez miért, nem tudom, tudja valaki, hogy miért érdekes, miért lenne érdekes Puzsér és Ferenc Orsi vitája. Nem, ezt gondoltam is. Jesszi?
Te vezeted, érted? Ne rúgj el a sót. Csak ez egy voltam mondd el. Nem, mert Puzsér Robertnek van egy nagyon érdekes okfejtése arról, hogy kiket kellene az űrbe küldenünk, szerinte vadászpilótákat. Nem minimum, mert megint lette a Star Wars, és akkor szerinte az űrhajót így kell vezetni, mint Luke Skywalker szerintem, szerintem ezt mindenki tudja, ugyanis ez a szerdai adásunkban. Ki nem látta még? Na. Most mindenki mindenki látta, aki nem, az meg fogja nézni. Tehát ezt a poétot bőven kifejtjük. Nem, egyébként ez egy picit még visszább vezethető, mert nem csak az, hogy a vadászpilótáknak kellene, hanem a Puzsér azt is kifejtette, hogy semmi értelme magyar űrhajóst az űrbe küldeni, sőt egyáltalán az űrkutatásnak semmi értelme, mert hogy már mindent felfedeztük. Tehát ismerjük a naprendszer bolygóit, holdjait, ugye a Hubble, láttuk az összes Star Trek részt, igen, a Hubble teleszkóppal már ugye a távoli galaxisokat, sőt a világegyetem keletkezését szinte meg tudjuk nézni, mert ugye a fénysebesség meg a távolság miatt. Tehát az a lényeg, hogy már nincs semmi az űrben, amit fel lehetne fedezni, úgyhogy teljesen fölösleges az űrkutatás. Mondta Puzsér, és a Ferenc Orsi, aki ugye űrkutató fizikus, így a haját tépte, hogy lett valaki ekkora kretén, hogy hát ugye nem azért járunk az űrbe, hogy bolygókat fedezzünk fel, az tényleg a Földről meg az űrtávcsövekkel teszünk, hanem azért, hogy különböző tudományos kutatásokat végzünk. Szerintem azért késett el, hogy külön tapsot kapjon. Még visszatérve, én kiegyezem abban, hogy... Akkor venni a mikrofon. Meg se jött, már a mikrofonom kell neki. Nem kapod. Kiegyezem abban, hogy egy tudós lehozzunk, de akkor Puzsér megy fel a helyére, csak hogy nem hozzuk vissza. Még a J.K. Rowling előtti időkből van egy régi mese, nem tudom, ismeritek-e, a Harry Robert és a bölcsészet köve. Abban minden le van írva. Na jó, szóval... Akarsz köszönni a nézőknek, vagy valami ilyen antré? Mivel ennyire jól ismerem az órát, legalább a megfelelő pólót vettem fel hozzá, akkor a balfasz feliratúban érkeztem. Szóval ott tartunk, hogy akkor kérdezzetek, és nem tudom, hogy esetleg valami mikrofont is tudunk a ilyenkor a közönség, nem? Olyan mikrofonunk nincsen, ami így oda hátra is vihető rádiós. Akkor majd azt kérjük, hogy jöjjön ide, aki kérdez. Hát, vagy jöjjön ide, de hogyha nagyon félénk, akkor nyugodtan kérdez a helyről, és akkor én majd megismétlem a kérdést, hogy mindenki hallja meg, hogy a felvételen is rajta legyen, jó? Na, már is az első kérdés. Én mindig Szörnyi Nandi vagyok, és szoktam igen kérdezni, és mondani is igazságokat, mindenütt. Odáig még el is ér a mikrofon. Ja, az jó, mert úgy látom, hogy ez hosszú lesz, hogy nem akartam elismételni, úgyhogy mehet mikrofonba. Köszönöm szépen. Először is, most visszamegyünk Ferenci Orsira. De akkor viszont tényleg a mikrofonba. Kikivel vitázik, tudnék, itt ezen a helyem. Itt ült Orsi ott, itt a Siffer. Le akarta verni a saját szokmáján belül. Orsiba már fogtunk a fejünket, nevettünk, de tényleg. Aztán utána magához tért, mert én egyszer-kétszer fejbe vendeztem itt a mondókámmal. Tehát Orsival nyugodtan bárki leülhet, semmiben nem merik emberre elmondani. Orsi egy olyan ember, kettő. Nem tudom, a hétvégén plénumra kerül-e a Bede Zsolti Jakab videó, ahol történt a bíróságon. Ilyen. Új? Ó, mostani, mai. Mai? Én még nem is tudtam. Végigvittem mindenütt. Nem láttam, én még annak vagyok a hatása alatt, hogy Jákob Péter új dallal fog nem sokára. Érdemes megnézni. Nyilvánosság elé lépni. Te is látod például. Már megjelent 3 óra, akkor kijött. Mit csináltál te 3? Azt hittem, hogy 4-kor jelenik meg lehet. Szóval ennyi lett volna az egész, hogy nézd meg. Föl vagyunk egymásra, úgyhogy nézd meg. Meg fogom nézni én. Na úgy Jakab dalára visszatérve. A délután egyébként lengyel újságírókkal töltöttem, akikhez az Ambrózi hívott, hogy menjek velük beszélgetni, csak miért nem felejtett eljönni. Már annyit még Jakab Péter, most már taktikusabb, most már nem ő énekel, hanem felkért valami szellemírót, aki énekel helyette. Rosszabbul énekel. Aki rosszabbul énekel, mint ő, tehát ezért kérte fel. Tegnapról buli volt, hadd kérdezzem meg. Na, sztár lettél, most akkor válaszolj. Csak hogy idegesítem a kurcot, zenekari próba volt. Na, ott a következő kérdés. Sziasztok, én elég hangosan beszélek, tudod, hogy mindenki Zsolt vagyok.
és gondoltam, hogy körbejáratnátok ezt a Rácznél Földi Judit. Körülbelül körbejártam. Hát de most újra. Jó, de egyébként az a konstruktív ötletem támad, hogy aki kérdez, azt is hozzáteheti, hogy kinek, elsősorban kinek szállja. Ha van ilyen, hogy elsősorban kihez szállja a kérdést, és kifejezetten szeretném, hogyha a lányokhoz is szállnátok kérdéseket. Hát akkor ne hagyjuk őket, hogy csak üljenek és szépek legyenek. Más dolgok is van. Én szerintem ezt mindannyiótoknak. Aki szeretné körbejárni a témát, van kedve hozzá. Én Gréci Zsolt óta nem szeretnék ilyen DK-s, hogy mondjam, folyós történetekbe bonyolódni. Jó, akinek nincs meg a sztori, annyi történt, hogy Feri köszöntötte Rácznét a beiktatása alkalmából, és eléggé úgy tűnt abból a köszöntésből, hogy Feri is be akarja iktatni. Na, valószínűleg nem merem kimondani, hogy iktatja. Voltak ilyen kommentek, a kommentelők szerint Feri már rég iktatja, én ilyet nem állítok, még kérdezni sem merem. A lényeg, egy ilyen erős csuklófogása volt. Na, de amit én láttam, az ettől sokkal jobb. A március 15-i megemlékezésen, ott az volt, amikor Klára asszony odament, és Rácné kokárdáját megigazította, de az olyan volt, mint amikor Joker... Azt hittem, hogy direkt, hogy a gombos tűben jó megszúrja még a mellét. Az a kép az olyan, mint amikor Joker elkapja Batmant, és így megveregeti a mellkasát, hogy tudom, hogy ki vagy a maszk alatt. Egyébként érdekes, mert ehhez kapcsolódik egy tök jó kis mini kulisszatitkunk is, hogy ugye a legutóbbi Hír TV-s adásunkban, vagyis nem az előző, igen, a múltat, tehát ami már kint van, ugye most vettük föl csütörtökön, de az még nincs kint, ott beszéltünk is erről a témáról, biztos ezt is láttatok, és az egyik kolléganőnk, aki most így szerkesztőként segít is nekünk, mondta előtte, amikor ez az egész téma fölmerült, hogy hát figyelj, ezek dugnak. Tehát hidd el nekem, nőnek, aki ehhez ért, ez a csukló fogás, ez azt jelenti, hogy ezek dugnak. És ezt természetesen név nélkül, csak egy hozzáértő kolléganőnkre hivatkozva el is mondtam a műsorban. Láttátok? Nem. Ugyanis kivágták, képzeljétek el! Megtörtént a Hír TV-n a cenzúra! Ugyanaz a szerkesztő várta ki, aki előtte beleültette a bogarat a jeszű fülébe. Tehát jellemző, mert ez a ravasz női trükknek lehettünk megint a tanulni. Igen, tehát az nyilván nem... Tényleg, és nagyon őszintén mondjuk, hogy nincsen olyan cenzúra, hogy megnézzük, hogy mit mondunk, és akkor belefér a narratívába, hála Istennek. Tehát úgy nem is tudnánk műsort csinálni, mert az nem mi vagyunk, úgyhogy mi nagyon nagy szabadsággal rendelkezünk. Még a Hír TV-n is, ez a nagyon nagy dolog. Még nem, ez annyira tudom, hogy nem szeretnének pert veszíteni a hülyeségeinket. De így van, tehát az, hogy amikor azt mondjuk, hogy ezek szerintünk dugnak, az necces. Tehát persze ez egy vélemény, de elég határozott véleményes, hogy a Gyurcsány Ferenc arról híres, hogy... Egy korrektnek mondjuk azt, hogy basznak. Hogy ő nagyon előszeretettel perel mindenkit, és nyilván a Hír TV nem szeretné kitenni önmagát ennek, és ez tök érthető, úgyhogy ezt a kis, nagyon pici kis mondatot, ezt sajnos ki kellett szedni a műsorból, de hát itt elmondhatjuk, hogy van, aki azt gondolja, hogy ez azért... Nem tud kérdezni, a csajokat kérdezni, hogy ez a tényleg jelent valamit, ez a csuklófogás? Szerintem nem tudnak, nem ezt jelenti. Tehát ahogy lefogta, az nem arra jellemző, vagy nem egy olyan jellegű mozdulat volt szerintem, hogy ebből ez kiolvasható lenne. Te mást olvastál ki belőle? Én agressziót olvastam ki. Tényleg? Még mielőtt belemerültek, fejlődöm a figyelmeteket arra, hogyha beperelnek valami állításokért, akkor reggel hétre kell menni a Teve utcába raposításra. Én megtanultam, hogy semmi olyat nem írok és mondok, ami utána peresíthetőm, én nem akarok 7 órakor a Teve utcába érni. De... Ugye ebből is látszik, a rendőrök azért tudják, hogy az újságírók azok miféle állatfajból állnak, és hogyha minimális empátiával csinálnának hozzánk, akkor legalább 11-re rendelnének benne, nem, de annyira utálnak minket, hogy akkor 7 óra. Na de hányra értél oda? Hétre értem oda, és akkor még a 8. kerületben laktam, ezért kihasználta az alkalmat, hogy tintás kézzel vonultam végig a 8. kerületben a Nézziát utcában, hogy jelezzem ott a helyi erőforrásoknak, hogy azért... Te is! Hogy megérkezett a király. Nem lettek komolyan. Na de ez érdekel, mert Évi ugyan nem pszichológus, de ezek szerint van valamifajta ilyen affinitásod, hogy így emberi mozdulatokból, viselkedésekből következtetsz? Szerintem ebből úgy nézett ki ez a mozdulat, hogy lefogom a vadat, hogy ne tudjon védekezni.
Na de hát mit akarna? A vadat vagy a vadait? Hát igen, hogy ne tudjon védekezni, vagyis azt csináljak vele, amit akarok, nem? Tehát még, ja, tehát így érted, hogy agresszió, de hát lehet, hogy ő azt akar vele valóban csinálni, amit akar, például meg akarja dugni. Nem? Tehát nem lehet, hogy nem. Ő volt. Nem, szerintem az nem ilyen társadalmat. Azt mondja, hogy az egyéb. Azt kifejezte, hogy hozzánk tartozol, igen. Tehát a mi táborunkba tartozol. Azt mondja, hogy Feri annyit hiszik, hogy kizárt, hogy álljon a pöcsek, mondom, erre gondolsz. De hogy egyébként, tehát ez egy ilyen, ez egy birtoklási mozdulat volt. Ilyen szinten, igen. De én annyit javítanék, hogy szerintem csak szeretnének dugni, vagy Feri szeretne dugni. Ja, nekem ennél egy kicsit prózaibb volt egy összeesküvés elméletem, hogy ugye Gyurcsány az ő nevével már nem tud mit kezdeni, nem tud verseny nyerni, vagy választást nyerni, és azért, hogy Klárát egy kicsit jobb helyzetbe hozza, áldozatot csinált belőle. Tehát belőle csinált egy megcsalt anyát, családanyát, dolgozónőt, pláne aki járja az országot, és miközben ő dolgozik, ő szépen ott a parlamentben egyebet élget, tehát kérdőjellel. Nekem ez volt a megfejtésem. Tényleg, te túl komoly vagy, akkor újra elcsesztem ott a beszélgetést. Hát szerintem azt történt, hogy a Feri ki akarta próbálni ezt a fajta társas érintkezést is. Csak hát ugye Klárával vannak bizonyos méretbeli problémák. Tehát amikor ráteszi a rózsaszín plüspirincet, akkor a Klára egy olyan jelenet ad elő, mint amikor a King Kong felébredt a hajó, mert kevés volt a szavaltató. Most annyira nem vagyok képben, hogy ő róla már mondták, hogy nyilvánosan kimondták, hogy megcsalta a feleségét. Gyurcsány? Igen. Nem, de nem is mondj ilyen nyilvánosan, mert akkor a Teve utcában. Nem, hát de igen, ez amit a Timi mond, ez egy ilyen hipotetikus, tehát még senki nem... Szeretjük az összeesküvés elméletet. Igen, szóval senki nem mutatta jelét annak, hogy adott erre még csak átvételi bizonyíték, hogy egyelőre még, de még most jön a választások. Még azért ne kiabáljuk el. Hogy az akkor majd egy fegyver lehet. Nekem volt egy ismerősöm annak idején, aki úgy kezdte a reggelt, hogy egy vodka és sörrel öblítette. És azt akartam, hogy az Ambrózi, de nem, mert nem iszik vodkát. Nem. És az volt neki, hogy ő is csinált hasonlókat a buszmegállóban, és én élek a gyanúperre, hogy elképzelhetőnek tartom, de ezt csak mondom, félbe jelentem ki, hogy lehet, hogy ez ott, amit láttunk, Gyurcsány, ez egy ilyen ösztönszintű ilyen felindulás volt. És nem kell ebbe semmi tudatosat belelátni, mert ez a Rácznit legalább annyira meglepte, mint Vadait, meg Klárát, meg Ferit, miután Klára szóba tette. Vagy csak szimplán megörült. Hosszú ővel. Bekerült a parlamentbe az egyik társa. De amúgy mindenki elsiklik a lényeg fölött. A lényeg fölött siklunk ember. Aki látta ezt a videót, lassítva többször, fanatikus módon 30-szor újra játsz, hogy minden arcot kielemezzen, látod azt, hogy Rogán így ül és kiesik a száján, úgy nevet, és mellett ül Gulyás Gergely, és mutogatja Kocsis Mátének, hogy te is így. Hogyha a Timinek igaza van, tehát a Timi hipotézise megállja a helyét, abból azt a következtetést kell levonnunk, hogy Lengvibe valószínűleg megtiltották azt, hogy a vallatásra kiadagolt kábítószert maguk az ügynökök fogyasszák el. Mert hogyha emlékeztek, akkor a parlamenti választáson Lengviben azt találták ki, hogy a magyar népnek a lelkét meg lehet érinteni Márki-Zay Péterrel, tehát egy oklahomai lelkipásztor, aki jön, egy kószekére és gitáros misét fog nekünk adni, és ezzel megtéríti a népet. Úgy gondolták, hogy ez a magyar népnek ez így nekünk tetszeni fog. És most, hogy már kicsit kitisztult az eszük, így eszükbe jutott, hogy akkor egy olyan nőt kéne elővenni, akinek alkoholista férje, aki férje és kúr is. Akkor talán ezzel már többet tudnak azonosulni ebben az országban. Igen, ez már egy picit közelebb áll a magyar néplélekhez. Annak egy ilyen Lezsák Sándorban tud nagyon fontos érteni a magyar népeket, neki sem mindig sikerült. De most eszembe jutott valami erről, amit az Ambrózi elmondott. Tehát ez egy viszonylag belterjes poén volt, egy hobbista rajongóknak valószínűleg nagyjából így helyén volt. Mert akik itt vannak, hogy csak az utcán szoktak minket látni az óriás plakátokat. De értettétek, amit értettétek a point? Igen. Nyugodtan, hogy... Értették, például, szar volt azért nem. Oké, okay. Ki az, aki például ezt a... Amikor így mondjuk, hogy Lengli, akkor fingja nincs, hogy még most sem, mai napig, hogy miről beszélünk. És nyugodtan tegye fel a kezét, mert pont ezt szeretnénk, hogy ezeket... Ott vannak az ellenzéki pártoknak a székhelye, egy összefoglalóban. Igen, tehát... Az a nevük, hogy CIA, és ott széken... Ugye, ott költik ki őket. Na, ez is egy poén, ez a kiköltik. Ezt mindenki érti?
Tehát akkor csak hogy tiszteltek. Ugye Langleyben, Virginia államban van Langley, ez egy, hát nem egy valódi település, mert ez kizárólag gyakorlatilag ezt a CIA központot takarja, ez egy nagyon komoly komplexum. Hát annyira nem komoly, az épület nagy, de ez egy komolynak nem, semmiképpen nem. Ez nyilván relatív, de... Hogy nevezhetünk komolynak, olyat, ahol beengednek egy Márki-Zay Pétert, és onnan csak hatkák jönnek ki? Infrastruktúrálisan mondom, hogy ez komoly, tehát gyakorlatilag egy kis, szinte egy falut felhúztak a semmiből, és ott van a CIA központja, és onnan kapják a magyar ellenzéki pártok az utasításokat, vagy néha oda kimennek, és akkor ott helyi eligazítást kapnak. Jámbor András még ki is öltözött, amikor oda utazott. És akkor, amikor mondjuk valamire, hogy hát mert, mit tudom én, Langleyben nincs valami, akkor az ott arra utalunk, hogy hát erre nem képezte ki őket a CIA. Tehát ez egy ilyen nagyon gyakori visszatérő poén, mint ahogy a hüllő meg a tojás is. Tehát amikor tojás, meg akkor, mit mondtál, hogy valami az előbb, valami, ja, hogy spangorna, puzsér. Vízisikló. Az nem emlős, az is hüllő. Tehát, hogy ugye gyakorlatilag mindenki, aki a bármilyen szint is kötődik a globalista baloldalhoz, az ugye az hüllő, mert hogy ezek valójában. És van még egy csomó ilyen visszatérő, és akarunk csinálni, már régóta, de még mindig nem csináltuk meg egy ilyen kis szótárt, vagy egy ilyen magyarázót, és akkor vizuálisan egy műsort is, ahol elmondjuk, hogy mi mit jelent ezek közül, a poénok közül. Van erre igény egyébként? Jó lenne, hogyha sok olyan hülyeséget beszélünk, amit nem értetek. Hogy mit akarom? Vagy erre is mindjárt mondok egy szorít. Ez nem hülyeség, ez muciológia. De az egy dolog, hogy itt valaki nem érti ezt a poént, az egy dolog, de konkrétan Karácsony Gergelyék megemlékezésen az 1804 most március 15-én oda konkrétan ezek az emberek kivittek egy óriási tojást. Oda mentem, megkérdeztem, ez az igazmondó tojás a bolondok hajójáról ránézik, és ti ezt ide mertétek hozni? Igazmondó tojás? Miért? Mi a baj vele? Semmi, hagyjuk. Hogy honnan táplálkozik a műsorunk, például a Brekkens nevezetű szó, az a haverom 12 éves kisfiától jön, aki már csajozik is tud gitározni. Csak hogy így értsétek azt, hogy honnan táplálkozunk. A Brére mondta, hogy megszólítjuk a fiatalokat. De hogy igen, meg hogy, a, hogy mondjam, az intellektuális muníciót az 12 éves gyerekektől kapjuk, de eszemültetős még egy sztori, de most párszor vezettem a palávert a Hír TV-n, meg fogom is, és betelefonált egy nagyon kedves régi ismerős, aki a nagymamámék házával szemben a Rökszilárd utcában volt egy ilyen garázs, ahova be lehetett állni, és akkor ilyen havi bérlettel, mit tudom, már le is rombolták, már új épület van a helyén, de akkor a 90-es években ez egy ilyen bérelhető parkolóhelyek voltak egy ilyen garázsban, és a garázsmester volt ő, és nyilván utána szegény nagyszerű már nem élnek, tehát nem is járok már arra, mert már ő sem dolgozik, hogy az épület sincs meg, nagyon rég nem találkoztunk, és betelefonáltam a palávertbe, vagy beírt, hogy hívjam föl, ő azt örömmel föl is hívtam, és mesélte, hogy eleinte ő nem értette a hobbistát. Hát vagy, hogy így nem is annyira tetszett neki, de azért, mert hogy nem igazán értette, hogy így nem tudta követni, hogy egyetem mit akarunk meg, mit mondunk, és azt mondta, hogy egy ilyen 3-4 adás után megnéztem el, hogy emlékezett rám, meg tényleg jóba voltunk. Így bejött neki, hogy így megértette, azóta imádja. Tehát, hogy így elkapta. És hogy lehet, hogy ebben azért biztos van igazság, hogy néha túl gyorsak vagyunk, vagy túl belterjesek a poénok. Szóval van néha ilyen érzésetek, hogy így húha, ez most nehezen, nem biztos, hogy jól követ. De tényleg erre kíváncsiak vagyunk ezekre, hogy hát mi is szeretnénk építő kritika segítségével jobbak és többek lenni, inkluzívabbak, diverzebbek, stb. Jesszik, hogy teltem a következő közönség kérdés, annyit németeztek, és mindig mondják, hogy miért nem zsidóztok ennyit, Ambrózi, mondja már, hogy... Ha már németezés, akkor én még a palány. Én adok neki lehetőséget, hogy válaszoljon. Én azt tapasztaltam, hogy láttam, hogy főleg ilyen idősebbek szoktak, és az a kedvenc, hogy hallgattam az autóban a rádiót, de ezt mesélt, és talán már Dezse volt, hogy betelefonálnak, és kérdeznek így, hogy mi újság, és akkor szó volt a migrációról, és akkor de ennek van egy szerkesztet, tehát azt a vonalon azt tovább engedi, tehát beszélget vele a szerkesztő, és ha látja, hogy valami nagyon elvetemült betelefon, akkor nem is engedi be vonalba adásba, de amikor nyugisabbak, akkor tovább engedik.
És akkor szóval migrációra, és akkor kedves fiatalember, tudja, mit csináltak jól a németek annak idején? Dezse, nem? Köszönjük visszát! Ebből látszik egyébként, hogy nem mindenhol működik jól a szűrő, mert hogy én beszélgettem már Bolgár úrral, nem tudom, neked volt-e szerencsét Bolgár úrral beszélgetni. Tehát átcsúsztál. Én átcsúsztam. Én nagyon kultúrát voltam, de beszélgettem. Buzi téma volt egyébként, de egy 4-5 percet beszélgettem. Igen, igen. Hogyha ismeritek a Bibliát, vagy szoktátok olvasni, a Bibliában végigvonul az az elképzelés, hogy Isten azt mondta ugye Ábrahámnak, hogy tehát aki téged áld, az áldott lesz, és aki téged átkoz, az átkozott lesz. És hogyha valaki hívő, és komolyan gondolja, és tényleg olvassa az igét, akkor ez komolyan veszi. Komolyan veszi azt, amit Isten mond. És én azt is látom sokszor így megtörténni emberek életében, hogy aki a zsidókat gyalázza, vagy nehogy Isten, akár imádkozik értük, tehát hogy aki imádkozik értük és befogadja őket, az áldott lesz, aki gyalázza őket, azt valamilyen baj vagy bármi elérheti, már ilyen negatív értelemben gondolom. És hogyha az amerikai keresztények ismerik, már pedig szerintem jól ismerik az igét, a Bibliát, erre támaszkodva támogatják Izraelt. Ez a Ószövetség kapcsán mindig el kell mesélni ezt a poént, amikor a öcsémnek a gyerekének volt a keresztelője Újpesten, akkor így bemutatkozott a papnak a család, akkor jöttek így a keresztneveink, Dániel, Áron, Ábel és a többi, és akkor a pap így ránk nézett, és mondta, hogy aztán hallottuk-e arról, hogy annak a könyvnek van egy folytatása is. Hát, ez mindenki értette. De egyébként ez tényleg fontos, hogy ennek a könyvnek van két része, és mind a két része egyébként nagyon, hogy mondjam, egyformán lényeges. És itt a közönségkérdések idejében nekem most van egy kérdésem hozzátok. Tehát erre nagyon kíváncsi vagyok most így a kemény magit össze, hogy mit szerettek jobban, amikor hazai téma, inkább ilyen magyar belügyeket. Amikor nincs az Ádám. Vagy az Ambrózi, mint az első fél órában. Amúgy a marxizmus kapcsán még a Schiffernek tettünk egy ígéretet, hogy majd megvitatjuk ezt a kérdést, mert hogy a legutóbbi hobbistában nagyon-nagyon védte Marx elvtársat, és egy egész kacifántos mondattal sikerült azt a megállapítást tenni, hogy Marxnak még mai napig megvan a létjogosultsága, hiszen a világban fenntáll a vita, a tőke és a munka, és a környezetvédelme között. Tehát most már kiegészítette a környezetvédelmét, és akkor így nem akartam így már, vagy a Schifferről lehet tudni, hogy ha nála bekapcsolják a play gombot, akkor sosem képes abba hagyni ezt a mondatot. Tehát nem akartam ott a műsorban vele vitába szállni, akkor még mindig a Hír TV-ben vagyunk. De hogy a környezetvédelem, az nagyon vicces, hogy a marxisták hirtelen felfedezték maguknak, mert 100 éven keresztül azzal foglalkoztak, hogy a brit arisztokráciának a privilégiumait lebontsák, és most néhány éve fedezték fel, hogy Angliában azok a erdőségek, meg mezőségek, meg hegyek maradtak érintetlenek, meg természetvédelmi területeket, amit a brit arisztokrácia magánbirtokként használt. Azért ne felejtsük el. És a munkáspárt, meg ami állami tulajdon volt, ott minden erdőt kivágott. Tehát ennyit a Marx és a környezetvédelem kapcsolatára. Azért ne felejtsünk el megemlékezni Marx egyik legnagyobb tettéről, hogy az elmúlt pár napban volt ennek az évforduló, aki tudja, mit tett Marx elmúlt pár napban. Ezzel tette az emberiségnek a legnagyobb szolgálatot. Na? Meghalt! Már valaki ki is mondta. De amúgy meg ez egész marxizmus. Tehát aki nem olvasta Marx önéletrajzát, az nem tudja ezt látni, Marx egy konkrétan egy korabeli fekete Győr András. De nem viszont. Az önére a Wikipédián fölmondtad, olvasod, és látod magad előtt, mint Bandi dacol a szüleit. Ádám Károk nagy szája van borász technikusként, de nekem muciológusként az a trauma ért, hogy én Marx összes művét el kellett, hogy olvassam és vizsgázzam belőle. És rettenetes. Részvétem. Hogy a Marxnál nagyobb rasszistát azért keveset lehet találni. És így is osztod a zenem véleményét egyébként, hogy Fekete Győr András?
Nem, a Mars amúgy kiváló elme volt, csak elmebeteg. Igen, tehát okos volt, ilyen szempontból pontosítani kell valóban, hogy ő nem volt hülye, tehát Fekete Gyöndás buta, de ugye ha arra gondolsz, hogy életében egy napot nem dolgozott, hanem Engelsen élősködött. Konkrétan, amikor az lett volna a feladat, hogy család fenntartó legyen és munkát végezzen, ő dacból kiment külföldre szívni a nagy tőkéseket, összehaverkodott egy nagy tőkésre, akinek az apjával eltartatta magát, míg ő világmegváltó gondolatokon elmélkedett otthon. Tehát ne csináljon már úgy, mint hogy ez az ember, és ez az ember a munkások hőse, aki két téglát még életében nem tett egymásra. Tehát ez egy vicc. Azt hagyján, de a munkásokkal sem nagyon szeretett közösködni. Tehát. Az újságíró youtuber megmondta, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyéb. Ki? Na akkor szerintem legyen még egy kérdés, és akkor legyen szünet. Igen. Viszont a jó hír az még gyorsan, hogy Schiffer András és Jesszi fognak majd vitázni áprilisban nálunk. Ilyenkor kell tovább. Folytatjuk azt a vitát, amit majd most holnap este a Hír TV-ben meg vasárnap este a Hobbista YouTube csatornán megnézhettek, és ezt majd itt fogjuk folytatni. Igen. Én az Ádámtól szeretnék kérdezni. Ajaj. Gratulálunk a videóithoz, mert szenzációsak, te találod magad. Ezt hangosabban Ambrózi is hallja. Igen, mert hogy mondjuk el a kamerának is, tehát Ádám videói szenzációsak. Igen, nagyon jó. Igen. Magunk. Egy tapsot hadd kérjünk az Ádámnak, egy tapsot. Az Ádámnak és az ő hajának egy tapsot. Még nagyobb tapsot a hajának. A kérdés viszont az, hogy hogy bírod ezt idegileg? Tehát valami, teljesen beépülsz, és úgy mutatkozol be, ugye azt hiszik, akik ott vannak, hogy te is beletartozol az ő brancsukba, és hogy bírod ezt röhögés és idegi alapot? A kinti utcai videókról beszélünk? Igen, igen. Ja, hogy az egy külön műfaj. Hasonlít a megkérdezettekre. Az utcai videózás, ez egy külön műfaj. És én azt látom nagyon sokan a mi oldalunkra jobb oldalra, de ez bal oldalon is megvan, ott is jellemző, de nálunk valahogy jobban, hogy azt hiszik, sokan kimennek, és egy teljesen ellenséges környezetben érzik magukat, de mindenki a halálunkat kívánja, meg rosszabb, azt, hogy éljünk, csak így, tehát, hogy nem, tehát, hogy az a lényeg, hogy ha az ember tud nevetni egy kicsit, van egy pici öniróniája, meg amúgy nem ellenségként tekint ezekre az emberekre, hanem úgy, mint statiszta, igen, ez a jó szó, statiszta, ez a pókora kifejező statisztákra. Nem mondom, hogy hasznos idióták, mert nem hasznosak. De haszontalanok. Igen, mert nem hasznos, köszönöm. Az előbb de... hallásról volt, szóval fel a barátaid. Hát pont rossz fele, pont rossz fele. Na de az a felem pont otthon marad, de nem, az a lényeg, hogy ilyenkor, hogyha én oda szórakoznék, én élvezem azt, és akkor hogy nem szabad velük vitába bocsátod, de én soha nem vitázom ezekkel az emberekkel, mert ha ki vitatkozik, az estére elfárad, én nem vitázom, én felteszek egy kérdést, például megkérdeztem az egyik gyerektől, tanártól, és mondom, nincs tanár, és mondja, nincs tanár, nincs jövő, oké, haverok vagyunk, következő kérdés, mondj nekem három U-betűs országot. Nézd rám, Uganda, Uruguay, és akkor harmadik, mondom, na gyerünk. Azt mondja, mondom, tőlünk nyugatra van. Ukrajna! És mondom, bajban az oktatás. Bár akkor volt már, mi az augusztus 20-a van, gondolom magamban, a tanárok fizetését lehet tűzjátékra kellene költeni ilyen diákok mellett, de az a lényeg, én élvezem ezt, mikor az ember szórakozni megy oda, akkor szerintem ez teljesen át kell szellemülni ahhoz, és ha éppen valaki beugat, akkor nem nekem ugat be, hanem a logónak, ami a mikrofonomon van, és minél hangosabban ugat, minél jobban fenyeget, annál jobb anyag lesz. Tehát mi a cél? Tehát én találkoztam már olyan munkatársra, aki odament és meg akarta győzni az adott egyént, az adott statisztát. Nem kell őket meggyőzni, anyagot kell gyártani. Én azért megyek, hogy legyen egy jó anyagom, és minél elvetemültebb, annál jobb az anyag. Tehát ennyi. És annál többet használ ő is belőle abban az anyagból. Nem csak Ádámként lehet közéjük merészkedni, mert régebben, amikor még így a nyilvánosságban nem szerepeltem ugye a saját fejemmel. A Ross G-vel, hogy összespanultál? A Ross G-vel is, igen. Azt hitte a Ross G, hogy már úgy nézel ki, mint ő, olyan vagy, mint ő. Tehát az Ambrózi a modern tenkes kapitány, még felvette a labanc egyenruhát, és azt hitték, hogy közösség. Elmondjam, hogy ki az a Ross G? Jobb, ha elfelejtették. A Ross G egy ilyen rasztahajú aktivista, mondanám, hogy félelmebeteg, de ott sem, ott a fél az eufémia teljesen. Ő a ligetvédőknek volt az egyik ilyen nagy ikonikus figurája, egyébként egy Rhythm Colony nevű ilyen kommunában regi zenekar, kommuna, egy ilyen
vegán közösségnek. A modern hippie. Igen. Meg onnan is megszik, hogy felmászott egy kéményre, onnan utána a biztonsági őrök leemelték. Hatalmas egy életműve van a fickónak. De azért, hogy én tényleg tenkes kapitánként annyira közéjük jártam, hogy az egyik ilyen kommunista keltetőben ugye a Friszkót is törzs vendég voltam, a másikban a Gólya Presszóban, meg egy darabig számlám is volt. Amit aztán nem fizettem ki. Amikor lebuktam előttük, hogy nem vagyok kommunista, akkor így is mondták, hogy fizessem ki a számlát, akkor mondtam, hogy sajnos ez itt a társadalmas közös van. Közös teherviselésig. Igen, fizessenek a gazdagok, én nem vagyok gazdag. Akkor még azt szeretném, hogy mintha az előbb Évibe vele folytottuk volna a szót, de már te sem emlékszel, hogy hol tartottuk? Akkor viszont tartsunk egy rövid kis szünetet, jó, és akkor addig lehet menni. Igen, hoztam egy csomó pólót. Na, hát akkor folytassuk, és nagy örömmel jelentem, hogy Olá Laura is megérkezett, úgyhogy most már a lánycsapatunk is gyakorlatilag teljes. Legalábbis ugye most nagyjából ők négyen vannak rendszeresen, bár igyekszünk, és hogyha itt a lányok között valakinek egyszer kedve van, akkor nagy szeretettel várjuk a műsorban, lehet, meg lehet próbálni. Látjátok, hogy nem olyan részes, mert van, mindenki kezdő volt, ugye? Tehát mindenki úgy jött hozzánk, hogy életében először... Casting kanapé és szöveg volt. Most pont olyan itt a casting kanapé. Kicsit félreértem, hogy most azért nem részes, mert nem hagytok minket szóhoz jutni, azért tök mindegy, hogy nem, hogy mire gondolsz. És senkit ne tévessze meg, nem fog senkit zavarni a csapatban, hogyha valakinek esetleg hímveszője van, és nőként jelentkezik. Nincs olyan nő, akinek hímveszője van, az női pénisz, Dani, az női pénisz. Igen, majd mindjárt mondok erre valamit, de hogy ezt most itt egy picit én itt leragadnék, hogy ezek szerint nem tudom, hogy a többiek nevében is beszélsz-e, de őket is megkérdezzük egyenként, de úgy érzitek, hogy el vagytok nyomva? Hogy nem juttok szóhoz? Kinga, te így érzed? Én a Hír TV-ben már kiharcoltam. Úgyhogy én most már kezdtem. Kinga, te így érzed? Nem érzi így. Köszönöm. Már mint arra gondoltok, amikor mondjuk szóhoz jutnék, és esetleg az Ambrózi, és az Ádám folyamatosan... Ez egy régi vágású patriarchális műsor, itt a nők elmondom jóban. Kellene beszélnem a műsorban is, hogy szóhoz jussak? Igen. Bocsánat, tehát a műsorban nem csak... De nem az elnyomás, csak a verseny szellem szerintem, ami bennünk van, nem egyébként Ambrózi. Olyan, mintha direkt csinálták volna, nem? Majdnem. De van, aki úgy érzi, hogy el van nyomva. Most legyetek őszintén, ahogy a közönséget is kérjük, hogy őszintén tegyék fel, amit sok évnyi elnyomást, most azt akarod, hogy legyenek szabadok, jelzi. Én tipikus patriarka. Nem, mások szavába vágni, igazából ez a mi sem szeretünk, hogy muszáj. És emiatt elnyomhatnak minket. Én igazából mindig próbálok egy kicsit hangosabb lenni tőletek, de soha nem sikerül. Hát igen, de általában amúgy Kurz meg Ambrózi szokta elvinni a prémet, és soha nem értem amúgy a poénjaikat. Sok esetben, de hogy azért jól szoktam szórakozni azon, hogy egymáson nevetnek és kuncognak fél órán keresztül. Tehát amikor egy adást megpróbálok felvenni... Vedd magad elé, amikor... Ja, jó, szóval, hogy amikor egy... tudod a szín. Szóval amikor így próbálunk egy fél órás adást felvenni, és már ott vagyok 2,5 óráig, és csak azt hallgatom, tudod, hogy ukrán menekült, és hogy hozzuk Ádámnak a konzerveket, és hogy Ádámnak egyre több haja van. Szóval amúgy ezek sajnálatos irigykednek. Mindig ki vannak vágva, de bízom benne, hogy amúgy egy szilveszteri adásnál ezek így összelettek. Nem, az mindig ki van vágva az, amikor a korunk legnagyobb kortárs költőjétől idézünk a mikrofonpróbán. Ugye a Weber-Guri bácsitól. Igen. De amúgy Laura, hogyha nem vagy elég hangos, úgy érzed, nincs elég hangot, tudod mi kell neked? Egy megafon. Belterjes volt, ez belterjes. Ha már belterjesség, akkor hogyan is szokott? Kikérem magamnak. Na már megint nőnyél a nő. Igen, meg hogy sokszor tök jól lenne, hogyha a műsorok közötti szünetet is mutatná a kamerát. Uramisten, nincs annyi pénze a csatornák, hogy azt a sok bírságot kifizet. Na, akkor elmondjuk, hogy hogyan kezdődik a műsor, mikrofon próba, és akkor MB2 és hangmérnökök vagytok. Nem tudtok egy jó hangot megcsinálni. Takarodjatok vissza a Goldban, FC-ban, vagy a Fagutokban. Kurz folyamán. Elmondja, hogy mennyire szar a vágó, és hogy milyen szarul vágta össze a múltkor is, és kellene egy bóba. Dehogy is. Hát milyen Weber Gyuri monológokat szoktunk mondani a mikrofon próbálni, és azt nagyon élvezi a
a technikus. A technikus, aki felveszi, és már tudják. Magyarul mindig megsérül. Jesse klasszikusokat szokott idézni. Igen, a kovbolyok zenekarnak a télapó című. Ki is kovbolyok? A télapó nem is olyan jó szívű. Na? Hogy van tovább? Én már egyáltalán nem szeretlek. Így van, igen! Köszönjük szépen. Egy tapsot! Azt jutott eszembe, Ádám mondta itt valami, hogy női pénisz, meg ilyesmi. Ezt most hallottam, hogy ez mennyire igaz, hogyha egy lakatlan szigetre leteszünk 10 férfit és 100 nőt, és 100 év múlva visszamennénk megnézni, hogy és úgy hagyjuk őket, és 100 év múlva visszamennénk megnézni, akkor egy prosperáló polgári társadalmat találnánk, gyerekekkel, unokákkal, szépen fejlődne. Hogyha egy lakatlan szigetre leraknánk 10 férfit és 100 transznőt, és visszamennénk 100 év múlva, akkor mit találnánk? 110 férfi csontvázat. Kivéve, ha néhány transzos hüllő volt, mert ők még élnének 100 év múlva. És a különféle alapítványokban próbálnak a 174 éves Orbán Viktort megmenteni. És 100 jogvédő alapítványt találnánk, meg 10 férfi csontvázat. Ez arra volt ez a kis anekdota, hogy hát bizonyítandó, hogy ez egy nettó baromság ez az egész, tehát a transz nő az férfi, és amikor nyilván ugye reprodukálni nem képes, és amikor meghalnak, akkor kiderül, hogy a csontvázat, hogy ez egy férfi volt. De az európai kultúra védelmében meg kell jegyezni, ez nem azt jelenti, hogy mi pártolnák a több nehézséget, tehát már ezt a 4 nőt nem bírjuk el sem. De azt kérdezd már meg tőlünk, hogy mi szeretünk-e téged elviselni, tehát azt azért hozzátenném, tudod. De azt nem kérdezd, hogy most én vágok közben, és hiába Ádámnak mondod, az én poénom volt, de mindegy, továbbadom, mert az Ádám beszél. Ha már a transznők, ki az, aki találkozott az Origo legújabbát... Nőjével, igen. Az Origón, akkor látom egy páron. A gyönyörű szép, tehát az történt. Most az történik, hogy saját kapura lövünk. Én szerintem erről beszélni kell, mert ez kurva vicces. Tehát lőjünk. Abszolút. Lőjünk saját kapura, mert nyilván, hogyha valaki a mi oldalunkon bénázik egyet, akkor nyilván azt elmondhatjuk azt is, hogy bénázott egyet. Igen, mert mi szabad, mert mi függetlenek. Több bénázott egyet, mert... Ne, hát az Origónál van egy csomó ilyen csöcsös, ilyen... heti, vagy a napi ilyen címlaplány, és akkor most mellé lőttek, mert most a csöcsök mellé járt egy női pénisz is. A csöcs meg volt, csak volt mellé más. Az Origo, egyébként ez tényleg egy érdekes dolog, hogy az Origo, most ezt nehéz megállapítani, meg hol ez, hol az, de mindenképpen az egyik vezető online portál, ugye az 5 erős online hírportál, ugye Index, Origo, Telex, HVG, 24.hu, 444, tehát akkor ez 6. És ugye ebből 4 az masszívan ellenünk van, az Origo masszívan kormánypárti, az Index pedig, egyébként így olvasva az Indexet, én hol így, hol azt kell látom, hogy hol így, hol úgy, azt tudjuk, hogy a tulajdonosi háttere az milyen, az már ugye nekünk kedvez, de hogy egyébként az Index meglehetősen kiegyensúlyozott szerintem, tehát tényleg vannak olyan írek, nem is erősen, tehát nincs ilyen aktivista újságíró hangulata az egésznek, ilyen politikai aktivista sem. Zsupér Robertnek a betűtészta leveseit az ő recept klubjukban mutatják be rendszeresen. Jesse azt akarja ezzel mondani, hogy ezeknek az 5-6 nagy portál közül 4 kiveri egy transznőre, 1 meggondolja, 1 meg igencsak tagadja. Igen, most ehhez képest, és az Origo erősen ráment a bulvárra, és ez egy tudatos dolog volt, ugye van az Óbolnár Miklós, biztos sokan ismerik a nevét, ugye nagyon régi rádiós újságíró, még egyébként parlamenti képviselő is volt a Kisgazdapárt színeiben 90 és 94 között, és ő a MediaWorks-nél, tehát ennél a jobboldali média konglomerátumnál, ő egy elég meghatározó személy, és ő borzasztóan érti ezt az egész bulvár dolgot. Ő egy ilyen bulvár zseni. És az Origo részben az ő szakmai mutatásai alapján nagyon jól beintegrálta ezt az egész bulvárvilágot, és rengeteg cikket ugye azért kattintanak, mert besztelen csajok, vagy félmesztelen, vagy bulvársztorik, meg megette, meg Tóth Andi, meg mit tudom én, és nagyon egészen jól el van ugye osztva, hogy akkor a politikai tartalom is, tehát ezt szerintem ez elég ügyesen csinálják.
Ezt most egy kicsit túltolták ezzel a... Tehát ugye az volt, hogy ha valaki nem ismeri a sztorit, biztosan ilyen, hogy megjelent egy a címlapon egy fotó, egy csajról, és csak mellei, mert bimboi voltak éppen talán letakarva. Egy P3-as maszk volt a melltartója. Igen, és hogy... Megjelent egy fotó egy csajról, hát ez egy kicsit azért úgy... De első kör, igen, és oda volt írva, hogy mi volt, hogy a gyönyörű messze, a gyönyörű színésznő mekkorát melleket villantotta valami az Oscar-díjon villantotta a gyönyörű színésznő. Hát ez tipikus. Oké volt, egyedül a nő nem stimmelt. Tipikus bulvár sztori. Nem csak nagy mellett, hanem hatalmas, hogy Ádám csutkát is villantott. És nem vették észre, hogy ez a gyönyörű nő, ez egyébként egy tranyó. És a Hunter nevű Hunter keresztnév sem tévesztette meg őket. Biztosan nem. És aztán egy óra alatt jelentős változáson ment át a címe a cikknek. Nem, másnap ment át, már másnap nem gyönyörű nő volt, hanem LMBTQ aktivista. Majd azt mondta, hogy fiú, ez meg nem LMBTQ aktivista, konkrétan fasza van a menyasszonynak. És aztán már átértek, és akkor erről ilyen screenshotok vannak folyamatában, hogy két nap alatt hogyan, milyen változás történt. Én annyira el akarom képzelni ezt, hogy vajon hányan hányták el magukat a szerkesztők. És valamiért az Ádámnak... Ilyen ez, amikor valaki saját maga próbál új múltat gyártani, ezt nem szabad, de szakemberekre kell bízni. Igen, de valamiért ez a sztori az Ádámot megragadta. Lássuk. Pont az Ádámot. Én látom a lelki szemeimmel, ahogy ezt, ahogy reggel a kis álmosan a kávé, na milyen bulvárt, csak írjuk meg, és akkor aztán... Nem látod az észventúrát? De. Úgy nézve, hogy is van. És aztán valaki azt, hogy fiúk, ez biztos, hogy ezt a csöcsöt akarjátok kérni, hogy miért tök jó? És akkor aztán rájöttetek, hogy nem annyira, és tehát elképzelem azokat az arcokat. Hát, de lássuk meg, milyen elfogadók, mert nem tudták, hogy nem nő, még tetszett is nekik. Tehát nem tudjuk, hogy ki volt a felelős, aki azt az Origóban elkövette ezt a hibát, de az, hogy most mit csinál, azt pontosan tudjuk, hogy mi történik. Tehát ül az óhajzóban, összekuccolodva, és a dörzsi kefével próbálja megtisztítani magát. Egyébként azt tudnotok kell, hogy Ádámnak ez a sztori, ez valami kattant, hogyha a műsorban olyan témával foglalkozunk éppen, hogy transzneműek, hogy nem tudom, kutyával, valami, és minden ilyen típusú, mikor ilyen mondjuk úgy elvetemült, progresszív elvetemültség van, az mindig az Ádám hozza azt a témát. Hé, most vadászgépekről írtam. Jól. Egyébként éppen múltkor, amikor bementünk a stúdióba, akkor én sérelmeztem, és műsorom kívül számon is képtelek, hogy de mostában nincsenek ilyen témáit, hogy mi történt veled, hogy... Ő nincsenek? Kevés. Sokkal kevesebb, mint régen. Nem ütik meg az inger küszöböt. Tiéde? Igen, az a baj. Most, amúgy a múltkor volt egy tök jó téma, az ekvádori fickó az is, az pont ideig. Igen. Azt is te hoztad. Igen, egyértelmű. Annyi a sztori, ekvádori fickó nőnek vallotta magát a papírokon. Ezek az emberek nézik a hobbist, tehát tudják, miről beszélnek. Tudjátok, hogy miről van az ekvádori? Ha azt mondja ekvádori, és néznek, és tényleg tudják. Hólogatnak, hát azért mondom, hogy jó helyre hoztanak. Jó, hát oké. Okay. Ezt örömmel mondom egyébként, hogy most már a lányok is szoktak témákat hozni. Régen is hoztak. Hogy? Régen is hoztak. Hát egyre többször, jó. Régen nem hagytuk, meg igen, és felbátorodnak, és hoznak tök jó témákat. Még hozzatok a jövőben is, nagyon örülünk nekik. Viszont szeretnénk tőletek is témákat, illetve kérdéseket, mert biztos vannak még. Közben meg is találtott, volt aki a szünetben. Bocsánat. Egy mondat, tehát a közönség kérdésével állítsuk meg az emancipációt. Ambrózi, azt akarja, hogy ti vágjatok bele a lányok szavába, nem mi. Na, szóval... Bátran. Zoli vagyok, sziasztok! Ádámhoz lenne egy kérdésem, hogy ugye most a igazmondó tojást megtaláltad 15-én. Meg, igen. Húsvétkor is keresd meg, léci. Megkeresd. Mert ez szerintem egy jó sztori. A másik kérdés meg, vagy kérés, vagy kérdés, hogy tavaszolik, és a mezőgazdasággal kapcsolatban ugye te többször mondtad, hogy szeretsz a kertben dolgozni, tehát egy személyes jellegű, hogy mik az idei terveid, hogy lehet-e majd látni pár
fotót, vágóképet, bármit, amit te csinálsz majd otthon. Az a kérdés, hogy láthatjuk-e Jessit dolgozni? Így, hát... Szerintem már többször, aki Instán követ főleg, mert ugye én ezt eléggé ketté választom, hogy ugye a Facebookon megy ennek a politikai tartalma, meg most már Twitteren is, nyilván YouTube-on, és az Insta profilomat azt szigorúan megtartom egyéb mindenféle egyéb dolgokra, tehát sport, kaja, vörösfény, és többek között tehát olyan szinten, hogy nem is annyira a kertben, hanem van egy összességében talán hát fél hektár szerintem megvan gyümölcsös, meg némi szőlő is, és én ott tavasztól őszig kőkeményen tolom, szinte minden hétvégén, úgyhogy már idén már voltam is, meg már tehát elkezdődött valóban, ahogy mondod, és minden, alma, körte, cseresznye, megy, málna, eber, szeder. Most ugye volt némi meccés, almafákat, permetezni azt nagyon módjával, mert ez egy full bio történet, nyilván nem minősített bio, de hivatalosan, liberálisan hangzik? Figyelj, a almafát meccsen ez a vegán rabbi. Én ezt nem érzem liberális, szerintem ez egy érdekes dolog egyébként, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez az egész környezetvédelem, meg természet, ez egy ilyen lipsi, balos dolog. Valójában egyébként a teremtett világ megőrzése, és az Isten által teremtett világ megőrzése, és az átadása a következő generációnak, az egyáltalán nem balos dolog, az egy kifejezetten egy konzervatív keresztény gondolat. Tehát nekünk a környezetvédelemmel az ég adta világon semmi bajunk nincs, és nekem a természetes, meg a bio, tehát a jó minőségű, helyi, magyar, módosítatlan... Azért álljunk meg az Origo címlapjánál. Ugyan a kérdés nem rám vonatkozott, de akkor én elárulom kéretlenül is, hogy én a nyári szabadságom egy részét egy aranykalászos gazda képzésnek a első körében fogom eltölteni. És olyan tananyagokat próbálok majd elsajátítani, mint a koránkerés, meg a inszeminátornak a pontos használata. Akkor se foglak békén hagyni. Egyrészt péntek este van, és te itt dolgozol. Mit fogsz csinálni, ha péntek este dolgoznod kell aranykarászos gazdaként? Senki nem értette? Nem péntek este, hanem hogy pénteken 5 óra után. Szerintem azért volt ez a csend, mert Ambrózia dolgozni szót nem értette. De arra gondolsz, hogy péntek délután 5 órától kezdve egészen. Egyébként ezt azért nem most kezdtem, tehát nem most tapasztaltam meg, mint a Tóta V. Árpád, amikor lement egyszer valami újságcikk kedvéért, és akkor elkezd, hogy halt, akkor létezik ilyen, hogy föl, tehát ez a... Ugye a kis birtok, hát nem egy olyan nagy, most 3 hektárról beszélünk, ez a dédapámé volt, és 71-ben a nagyszüleim eladták. És 72-ben született, tehát nem tudtam megakadályozni, és végül 95-ben azt hiszem visszavásároltuk. Az a szüleim bennem ez volt az a hegy, amikor a kórházi ágyba mondja Antalnak a felesége, hogy hagyd azt az egészet a felébe. És menjünk le a Somlóra. És menjünk fel a hegyre. Igen, az a hegyre. Nem mondta a Somló, de akkor ez az volt? Az a Somló lett volna, igen. Igen, ugye annyiból ez történelmileg nem teljesen ideges, hogy akkor éppen nem volt a család birtokában, mert ugye 93-ban halt meg, és akkor nem volt a család birtokában semmilyen terület a Somlón. De valóban egyébként arról van szó. Ugye Antal, az én dédapám, Antal József édesapja volt, és az övé volt ez a szőlő, illetve az ő szüleinek is volt egy másik szőlője a hegyen, tehát abszolút van egy ilyen családi kötődés, és akkor így alakult ki. És nekem volt még így a 90-es években egy ilyen, ugye akkor az 20-as éveim közepén egy ilyen nagyon naív gondolatom, fejlővésem, hogy akkor majd borászkodni fogok, és volt egy általános iskolai barátom, aki végzett borász,
És ezt itt tök jó ki is találtuk, hogy hát ő ért, meg egy borászati cégnél dolgozik, és akkor majd ő ott a kereskedelmi részét viszi, és akkor termelünk bort, nagyon jó a somlói bort. Én imádnám, elmélyülne a barátságunk. De nem szereted a bort? Tehogy Isten. Ja. De szereti az ígyent. És egyébként most, na jó, akkor egy picit mesélek el a sztoriról, hanem te érdekel? Igen, sőt, egy születi műsor akkor már így lehet, hogy... Én simán hozom a születi műsor. Ez egy érdekes sztori, ez tényleg az, hogy 95, és tényleg abszolút 20 évesen naívan ezt gondoltuk, és ez egy nagyon mondjuk egy kicsit egy jó egy ilyen látlelet arról, hogy hogy alakult az élet Magyarországon, pláne hogy a borászatban. Azt hittük, hogy tényleg ez így működik, hogy az ember csinálja kicsiben, akkor 1000 liter bort, akkor azt ugye eladja, akkor azt abból aztán majd még tud szép lassan fejleszteni. És ezt az ember megtanulja, hogy a világ az nem így működik. Tehát egy borászat az ma, de már akkor is az úgy néz ki, hogy az embernek van néhány száz milliója, azt abból felépít egy korszerű üzemet, saváló acéltartályokkal, megvásárol legalább 10 hektár területet, azt ott kiírtja, hogyha van rajta szőlő, mert ugye azok ilyen össze-vissza szőlők régen, a Somlóhegy az klasszikusan az ajkai bányászoknak volt az ajkai bányászok kaptak ilyen úgynevezett nadrágszi parcellákat a hegyen, tehát ilyen néhány száz négyzetméteres terület, ahol a saját magukat elbóckodtak a kis pincéjükbe, csináltak maguknak 100 liter bort, abból egész évben be tudtak rúgni, tehát így működött ott az élet, tehát ott lehetetlen ilyen birtokszerkezetnek ez át kellett alakulnia olyan méretté, hogy az rentábilis legyen. Ma már van két nagyon komoly borászat, a Somlóhegyen, a Tornai és a Kreinbacher, mind a kettő nagyon híres, és nagyon jó boraik vannak. És van egy-két kisebb, akik szintén Fekete Béla, Csordás, György Kovács, ők már megvoltak akkor is Inhauser, tehát ezért ez egy szép lassan, de fejlődik ez a borvidék is. De hát ez így nem lehet, hogy Pestről egy seggel két lovol, közben nekem volt ugye a pop műsoraim, tehát egész egyszerűen ezt itt pár év után, de egész jól küzdöttünk egy 5 évet, és így kiderült, hogy ezt így nem lehet csinálni. Tehát sem a tőke nem volt meg hozzá, meg az a méret, meg ahogy ez igazán felépíthető, meg hát tényleg innen Pestről ez így nem kivitelezhető. A borászat az egy olyan dolog, hogy ott kell lenni, és akkor kell csinálni. Tehát a bor fejtés, az ülepítés, egy csomó olyan feladat van a bor előállítása során, tehát amíg a szőlőből bor lesz, ugye az nem tök egyszerűen hangzik, hogy leszeded a szőlőt, és akkor az mondjuk megerjed, és akkor bor lesz belőle, közben most is akkor kicsi murcit iszol, az még finom. Ez nagyon jó, de ahogy a szüret sem egyenlő a szüreti mulatsággal, ugye a borászat sem ezzel egyenlő, tehát ezt egyszer meg kellett tanulni, hogy ez így sajnos nem, ez így nem működik, és így ki is maradt utána egy jó 15 év, amikor megvolt a terület, akkor ki volt adva bérbe Hollennek, Hollannak, akkor kicsit le is amortizálódott a szőlő, és aztán egy pár éve így nem tud, igazából nem tudom megmondani, hogy mi volt az és mitől, de elkezdtem újra nagyon vonzódni ez az egész Somlóhoz, és hát néha lejárogattunk persze meg, de úgy meg ott el lehetett lenni, de valahogy így egyszer csak így elkezdtem ezzel foglalkozni, és amikor így feltűnt, hogy és ott megvásárolgattam a régi szőlő mellett egy pár szintén ilyen kisebb területet, hogy legyen egy ilyen összefüggő, tényleg kb. 3 hektárról beszélünk, és úgy egyszer csak feltűnt, hogy hát itt kurva sok megyfa van. Mert azok ugye az előző tulajdonosnak volt egy pár megyfája, és a megy az egy olyan gyümölcs, ami, vagy olyan a fa az, ami úgy magról egyszerűen magától terjed. Kevés ilyen, a többi az nem, de a megy az pont igen, tehát egyszer csak észrevettem, hogy van egy megy erdőm. Meg az is feltűnt, hogy ilyet, milyen jó, milyen finom itt az alma. Meg egy-két gyümölcsfát így a szüleimmel együtt vásároltam a koltványokat, és azok is megnőttek, és egyszer csak így észrevettem, hogy basszus, itt azért egy egész jó, van egy csomó gyümölcs, milyen finom, meg minden, és ugye először csak szedtem egy párat, aztán mondom, ez milyen, és annyira belejöttem ebbe, annyira élvezem azt, amikor olyan fizikai munkát végzek, ami nem igényel szellemi koncentrációt, hogy nagyon tényleg tök szívesen megyek le, és csinálom, és ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy a természetben kint lenni, és ez nem egy ilyen patetikus dolog, tehát amikor az ember
egyszerűen közel a növényeknek mégis fura módon van valami olyan kisugárzása, ami az ember felemeli, és egyszerűen jól érzi magát ebben a közegben. És kifejezetten jól esik még melózni, meg túrni a földet, és rohadt sok meló van. Tehát a megyerdő alján benőtte a borostyán, akkor azt ki kell tépkedni, akkor a szilvafákat is ugye meg kell letörni az elszáradt ágakat. Szóval iszonyat sok meló van. Igen, és nem mindig alapítanak egy új televíziót Magyarországon, amikor a promó videó elkészítéséhez a Jesse ingyen munkát tud végeztetni a kollégákkal. De hogy egy történet tehát elmeséljek, ez a 1000 liter bor. Ezt elmeséljem szívesen, nem azt a nagyon gyorsan. Várj, csak még az 1000 liter bornál, hogy nem érdemes kicsiben kezdeni, és 1000 liter bor az mennyire kicsi. Nagyon kedves haveromnak, hogy a Badacsonyban van nekik egy ilyen présházuk, meg egy ilyen, hát ilyen közepes méretű, vagy inkább most már kicsinek számítuk is szőlőjük. És segítkeztem nem nekik szüretként, tehát az a szüretten én segítkezem, tehát sejtettetek, hogy mi lehet, tehát próbáltam elkerülni a munkát. Aztán kiderült, hogy mivel a Kanon a Barbár című filmet láttam, ezért a prést azt tudom majd így, mint a marhák így hajtani. Erre befogtak engem, és akkor csináltuk a munkát, mindenki más keményen dolgozott, és azt látom, hogy a haveromnak az apja az ott ült a prés mellett, és potyognak a könnyei. És akkor mondom, mi a baj? Tehát megijedtem, hogy most kapott egy rossz hírt, hogy valami akkor a meghalt, és mondja. Szar a termés! Szar! Mi történt? Nulla! Úgyhogy már három napja csináltuk a hordóborokat. És mondom, mégiscsak mennyi ez? Alig 1000 liter. Hát tavaly 2008 volt. És mondom, tehát 1000 liter, hát az... Azért el lehet adni meg azért, hogy van a pénz. 1000 liter? A családnak nem elég. Egyébként csak ennyit akartam. Az volt a sztori, hogy amikor indult a Pesti TV, és ugye lenn voltunk egy ilyen csapatépítő hétvégén, még az indulás előtt, Keszthely és környékén, ami nincs messze a Somlótól, és akkor így beleraktuk a programba, hogy egy ilyen, nálunk ott volt egy ilyen, tehát ott fölvettünk egy műsort, egy beszélgetést, úgyhogy én fönn voltam a megyfa tetején, a többiek lenn, és akkor éppen politizáltuk valamiről. A vödröshúgyozós az egy másik, ez egy mezőgazdasági, de egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, amit az Ambró mondta, aztán utána, hogy nyilván legyenek még kérdések, de hogy sírt a gazda, hogy szar volt a termés. Képzeljétek el, és hogy mennyire, aki nem foglalkozik mezőgazdasággal, és ezelőtt ugye én sem, hogy igazából mi nem értjük a gazdáknak a problémáit, meg nem is figyelünk oda ezekre, meg, hogy jó, hát amikor halljuk, hogy hát szar a termés, meg asszály van, meg izé, meg mindenféle, meg elvitte a peronoszpóra, vagy ilyesmi, akkor ez nekünk, így városiaknak ez egy ilyen, ja, hát oké, okay, biztos valami probléma, de hát megoldják, hát azért úgy látjuk, hogy azért van mit tenni. Képzeljétek el, hogy tavaly előtt, az előtti szezonban, ilyen április-májusban komoly fagyok voltak még. Meg ez nem szokott azért élni. Tehát ugye volt egy szokás szerint egy ilyen meleg tavasz, március, április elejé, és utána jöttek konkrét fagyok, amikor már ugye virágoztak a gyümölcsfák. És olyan szinten fagyott el, hogy a két évvel ezelőtti szezonban gondolkodom, hogy mi volt, az mi volt egyáltalán. Szilva egy darab nem volt a fákon, megy az olyan 150 kiló, ami előző évben volt, ahelyett volt mondjuk 15 kiló összesen a fákon, az hiszem az 5 almafából talán 2-n volt értékelhető termés, körte szinte semmi, egyedül talán a málna meg a szeger az, amit tehát magyarul, hogyha ez nekem ez mondjuk élet-halál kérdése lett volna. Több száz liter pálinka mínusz, de hogy ugye én hobbiból, vagy ismerősöknek szoktam eladogatni,
hozni. A politikai hobbista, után mezőgazdasági tényleg hobbista. Tényleg hobbista, ez is hobbista, de hogy képzeljük el azokat a gazdákat, és nem kevesen vannak, akik abból élnek, és velük történik egy ilyen. Tehát amikor, jó, persze mondhatjuk, hogy ja, majd az állam kártalanítja őket, de azért ennyit nem lehet kártalanítani. Tehát ez egy nagyon a mezőgazdaság. Nekem minden tiszteletem azoké, akik ezt komolyan csinálják, és ebből élnek. És tényleg ki vannak téve olyan ilyen dolgoknak, mint az időjárás. Még soros időjárás manipuláló gépe. Egy kérdés, hogy ezt szereti feltenni ezeket a... ismeritek ezeket a belsős poénokat, meg ilyenek. Most tényleg kíváncsi vagyok, hogy itt a tisztelt közönség közül hányan tudják, hogy mi az az inszeminátor. Baszki! Kifejezetten művelt közönségünk van. Köszönöm szépen! Sziasztok! Az inszeminátor az a cucc, amivel a szarvas marha lányokat megtermékenyítik. Az egy ilyen gépezet. Amivel a kecskék basznak. Na, akkor jöjjön a következő kérdés. Most jött el a pillanat. Igen, hátul. Ugye nagyon sok ilyen balliberális propagandista, meg hát lényegében külföldre fizetett ügynök van, és hogy ezeknek ugye a titkosszolgálatnak pont azon a feladata, hogy ezeket elhárítsa, a külső támadásokat, és hogy ezeket nem kéne elhárítsa, vagy nem kéne csináljon valamit. És még gondolat, a titkos szolgálat nyugdíjban mehet, mert ezek leleplezik magukat. Szóval igen, tök jó lenne, hogyha lenne Magyarországon titokszolgálat, csak nem tudom, emlékeztek arra, hogy volt pár évvel ezelőtt Párizsban egy hatalmas nagy merénylet hullám, és ezt a nagyhatású Saddam Abdeslam, vagy hogy a picsában nevezték azt a köcsök faszokat. Jó, valami csehszlovák nevű arab. Na, hogy ezt a merényletet neki sikerült a Magyar Titokszolgálat főhadiszállástól kb. 2 kilométerre megszerveznie. Tehát így 2 hétig, vagy 2-3 hétig Magyarországon tartózkodott, és nem vették észre, hogy itt Magyarországon ilyen dolog. Amúgy azóta is örülök, hogy ezt nem hánytorgatták fel nekünk, hogy akár meg is akadályozhattuk volna ezt a tömegmészárlást. De az egészből csak azt akartak kihozni, hogy Magyar Titkosszolgálat semmilyen ügyben ne számítsatok. A briteknél csináltak amúgy ilyen, és ezt most viccen kívül, hogy konkrétan kiengedtek úgy embereket a börtönből, hogy konkrétan terrorizmus miatt ült. A börtönben azért szóval a börtönök nem feltétlenül javítják meg az embereket, ott sokan radikalizálódnak fel a Angliában, akármilyen luxi, csillivili börtön legyen. Ezek a második, harmadik generációs terroristák ott radikalizálódnak, mert tehát nincs kapcsolatuk a saját hazájukkal, de azzal sem, amiben éppen élnek. Úgyhogy amúgy a maga az a terrortámadás, és konkrétan a titkosszolgálatnak, aki egyszer ki kell engedni, meg kiengeded, konkrétan nyugaton játsszák azt, hogy meg is figyelik, de volt egy ilyen eset, hogy aztán Németországban nem volt jogkörük arra, hogy házkutatást tartsák, mert hát még nem követett ez semmit. Az is probléma, Ádám, hogy 17.472-en vannak, és nincs annyi titkosszolgálati szakember, hogy mindegyiket 15 jusson, hogy egész nap meg tudja figyelni. Igen, ezt én az RDK-ba élünk, ugyanis már ott lett volna ennyi. Elkülöníteném egyébként azokat az országokat, főleg Nyugat-Európáról beszélek, ahol mondjuk Franciaországban, nem is tudom, az legutolsó ilyen tanulmányban azt mondták, hogy 10-14 ezer az az ismert ilyen terrorizmushoz, vagy terrorista társasághoz köthető személy, akivel igazából lehetne valamit kezdeni, de... Egyezett csendes fiatalember. Ennyi csendes fiatalember ér, akik a szomszédoknak köszönnek, reppelnek, drogot árulnak, és nem is gondoltuk volna róluk, hogy terrorista. Hát, hogy bárhogy számolom, az 5 és aztán véletlenül kidobják a szerencsétlen zsidó öregasszonyt a szomszédból az ablakon, szóval azért különbséget, én az, legalábbis azt gondolom, hogy különbséget kell tenni a között, amit ugye az Ambrózi mondta, hogy ez a Saddam Abdeslam, ez ugye megfordult Magyarországon. Nem értek hozzá, de szerintem... Itt szervezte a merényleteket, így gyűjtötte be, akik közel-keletről érkeztek a végrehajtók egy része. De szerintem ez nem ismerem a részleteket, de ez nem egy hosszú folyamat volt. Betartva az minden... a baj, hogyha rászállunk, letartóztatjuk, megfigyeljük, akkor az a bajuk. Most pontosan ezt akartam mondani, tehát hogy számításba kell venni azt, hogy folyamatosan basztatnak minket azzal, hogy itt demokrácia van, vagy nem. Le lehetne tartóztatni
nyilván még akár a mai napig is sok embert Magyarországon, aki itt átutazóban van, szervezkedésben van, vagy sem. Lásd, Szikra mozgalom. Most csak úgy hintettem egyet, így a legutóbbi... Te szeretnél személyesen megkérdezni Jánbor András? Tessék? Gumikesztyűt ne felejtsd el. Hogy még egyszer? Hogyha Jánbor András meg akarod bilincselni. Na, menjünk tovább. Tehát azért Franciaországban több ezer ember van, akit hogyha nem veszük figyelembe a demokratikus értékeket, akkor azonnal ki lehetne utasítani. Viszont lehet, hogy ezt meg kéne tenni, és egy bizonyos szintig a demokráciát egy picit elfelejteni. Hogyha erre vonatkozott a kérdés, én ezzel abszolút egyetértek. Nem, kicsit a kérdésre visszatérve, tehát én megértem azt, hogy valaki hiányolja a magyar állam rezonnak a fellépését a külföldről finanszírozott ilyen szervezkedők ellen. De itt a kérdés az, hogy tulajdonképpen mi hiányzik nekünk? Tehát, hogy szerencsére a választók elég, hogy is mondjam, a megfelelő módon beáraszták ezt. Tehát, hogyha most például csinálnak a század végig is csinált kutatást, meg szerintem a nézőpont is, hogy mi a magyar társadalomnak a véleménye arról, hogy a magyar bizonyos politikai erőket külföldről finanszíroznak, megrendeléseket adnak neki, és megint arra jutottunk, mint például a gyermekvédelmi törvény kapcsán, hogy a magyar társadalom egy X része a Fideszre szavaz, viszont egy még egy nagyobb része, 70-80-90% egyetért azokon a célkitűzésekkel, amit ugye a kormány megfogalmazott, és a külföldről való politika finanszírozás kapcsán megint egy ilyenben futottunk bele, hogy 10 emberből 9,7 elutasítja őket. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy akkor a magyar titokszolgált nem is csináljon semmit, tehát nagyon jó, hogy a baloldal megint hagytunk nekik, hogy tokori féle öngolt rúgjanak. Most képzeld, hogy ezeket mindet kirúgdosnánk, amúgy így Ambrózin gondolatmenetét tovább, most elképzeljük mindegyiket, így lecsuktuk, kirúgdostuk, hazaküldtük, kit hová, Afganisztánba, akár az olyanokról beszélünk, akik egyébként magyarok. Csak... Igen. Tehát azért mondtam magyar állampolgárok. Én is így értettem az Afganisztánt, hogy az előző telephelyére visszaküldeneink. De most képzeld el, hogy... És lenne egy... Tényleg megképződne, hogy Puzsér Robert mondja, egy olyan ellenzék, aki nem ezekből áll. Hát akkor még tényleg rendesen akkor munkánk lenne, hogy konkrétan ezeket nem tudom, hogyan kellene kezelni. Mert ezek az emberek biztosítják a kétharmadot évről évre. Az utoljára akkor aggódtunk ezen, amikor 2018-ban azon tanakodtunk az Ambrózival, hogy úristen, csak a hatházit meg a szélberendetet ki ne rúgja az LMP, mert ennyire rossz, ennyire béna pártvezető nem lesz még az ellenzéknél, és lettek. Csomóan lettek azóta, tehát ne félj te a CIA-t, tehát abból a laborból kijön még rosszabb is. Lengli, és akkor azt mondta a CIA, fogd meg a söröm. Fogd meg az RSD-met. Az, hogy ha mi ezt tennénk, akkor a demokráciára hivatkozva akármi ezek mondják, azok fognak minket basztatni a demokrácia miatt, bocsánat, akik egyébként elvitetik a rendőrrel az imádkozó nőt a kérdés jogos, tehát hogy azok fognak ki minket a demokrácia, akik a legantidemokratikusabbak. Az a baj, hogy a törvényeket nem a törvényhozók, hanem a mainstream írja. És amit, ha valamit egyszerűen, ha a kettős mércét mainstream-esítik, és ezt most komolyan mondom, ha a médiában nem kap visszhangot, nem lesz belőle botrány, akkor a kutyás sem fog érni. Tehát, hogyha most konkrétan bármelyik politikus disznóda baszna a Szemlőhegyen, az sem érdekelne senkit, ugye nem lenne, ha a média hír nem lenne belőle. Én nem mondtam ilyet! Annak van igaza, aki a mikrofon tartja a kezébe, tehát a kérdéseddel az a baj, hogy egyrészt sapkádban, másrészt sokat iszol. Tehát, hogy nincs neki bármit, mert megcsinálhatod a világ legjobb sztoriát, hogyha nem veszi át a média és nem mainstream-esíti, akkor igaz, tudod mi jár annak, akinek végül igaza van a szája, Max, tehát hogy ennyi, úgyhogy nem lesz belőle semmi. Ehhez kapcsolódik egy gondolat, ez most jutott eszembe, ha megengeditek, hogy ez egy érdekes kérdés, hogy mennyi hatalma van még ma a médiának. És hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a közösségi média idejében a hagyományos médiumoknak leáldozott, és erről sokat hallunk is, és hogy már nyilván
nem tudnak rentábilisan működni, ezt is tudjuk, és ezért minden médium most már politikai, muszáj, hogy elköteleződjön valamire, és máshonnan politikai oldalról jusson hozzá a működéséhez szükséges forrásokhoz, oké, ezt tudjuk. De hogy valóban a hagyományos média az még valóban akkora erő-e, mert hogy egyébként az interneten különböző alternatív csatornák, meg sima influencerek egyszerűen el tudják érni a nyilvánosságot. És nem tudok erre igazából választani, hogy igen vagy nem. Ugyanis egyfelől, nyilván a cenzúra az az elmúlt években borzasztóan megerősödött, és nem csak a jobb oldallal szemben, hanem általában a domináns globalista narratívákkal szemben. És nem feltétlenül csak politikai kérdésekben, lásd például ugye mondjuk a koronavírusnak az eredete, hogy ugye laborból szökött meg, ezt eleinte konkrétan a közösségi média oldalak ezt az információt tiltották. Ha ezt megírtad, akkor letiltottak. Ma most már az amerikai, most legutóbb, nem is tudom, valamelyik minisztérium, de most már még egy másik ilyen hivatalos szerv megerősítette. Hogy amerikai finanszírozták azt, mert ilyen is amerikai finanszírozták ráadásul a laboratóriumot. Igen, tehát amit valahol lett. Szóval ezt tudom mondani, hogy egyfelől tudjuk, hogy Hunter Biden lett, egyfelől tudjuk, hogy egy csomó olyan hírt nem engednek átjutni, ami kellemetlen a különböző hatalmi pozícióban levőknek, és nem is feltétlenül csak az államhatalomról beszélek, hanem a gazdaságról. A narratívát, ami szembe megy, lásd a Pfizer-es videót, a Pfizer-t konkrétan lebuktatták, hogy miket terveznek. Az egyik vezető kutatóorvosa maga dalolta el, hogy mik voltak. Ilyen csak ilyen simán dalolt, és még a magját is törölték annak, hogy ezek bármilyen közelek. Ez egy nagyon érdekes, akkor erre térjünk is ki. Ki látta ezt az adásunkat? Ki nem látta? Na, ugyanis 20 000 megtekintés környékén a YouTube törölte ezt a videónkat. Ki az, aki nem is ismeri a sztorit, és nem is tudja, miről beszélünk? Igen, és ez egyáltalán nem kevés. Pedig ez a túlzás nélkül az elmúlt évek legnagyobb sztoria kellene, hogy legyen az egész világon. És az a történet, bocsánat, ha valaki is, hogy nagyon gyorsan elmondom a többieknek is, mert ez tényleg érdekes, hogy a Pfizernek egy kutatási igazgatóját, egy meleg-fekete srácot, ilyen nagyon ügyesen, a Project Veritas az egy ilyen oknyomozó újságíró csapat, és csőbe húzták, hogy az újságíróval elment randizni. Több alkalommal is, egy buzi gyerekről beszélünk. És randiztak, és a randik során egyre nyilván bizalmasabb kapcsolatba kerültek, és egyre jobban eljárt a szája a srácnak, mert imponálni akart nyilván, hogy felszedi a pasit. És elmesélte, hogy a Pfizer konkrétan olyan kísérleteket végez a Covid-on, hogy mutálják, szándékosan mutálják a vírust, és az új mutációkra oltásokat fejlesztenek ki, és ezzel ugye nyilván irgalmatlan sok pénzt keresenek. Lepődjünk meg, és elmondta azt is eleve, hogy az egész Covid az egy fejős tehén volt a számukra. Aztán több videó is készült, volt egy ilyen kicsit ilyen bunyós közjáték is, amikor lebuktatták, szóval nagyon érdekes a sztori. Fölrakták a YouTube-ra is ezt a videót, tehát tényleg ez egy nagyon durva lebukás volt. Feltette a Project Veritas a YouTube-ra, törölték. A YouTube törölte. De várj, a törlést azt még azért említsük meg, tehát hogyha a YouTube-on te szabályt sértesz, tehát bármilyen az ő meglévő szabályaikat te sérted, törölnek, és mondjuk egy hétig nem posztolhatsz. Na, ennél a videónál az az érdekes, hogy ők törölték a videót, de nem szankcionálhat. Tehát ez azt mondja, hogy a YouTube szabályzatát nem sérti, de valaki az idolev azt, nem sért semmilyen szabályt, de mi nem engedjük ki, nekünk ez nem tetszik. Tehát az nem számít szabálysértésnek, és ez ezért érdekes, mert konkrétan nem még csak szabályt sem hoztak rá, hogy erről nem lehet beszélni. Hát egész konkrétan, aki ezt a döntést hozta, Matt Halperinnek hívják, és ő a YouTube-nak a úgynevezett bizalomért és biztonságért felelős igazgatója. Etikai bizottság elnöke, és igen. És őt szintén a Project Veritas riportere megtalálta valahol a háza környékén, és
És ez a szokában nem volt randi, hanem ugye ez az megy utána és mikrofonnal és kérdezi, hogy mert miért töröltétek ezt a videót, miért nem tudhatják meg az amerikai emberek az igazságot, miért titkoljátok? Nem válaszol, tehát ez a szokásos, hogy megy tovább és nem válaszol. Ezt a videót szintén törölte a YouTube, mi az egész témát feldolgoztuk magyar feliratokkal, elég alaposan, nagyon-nagyon-nagyon ment is a videó, mondom egy nap alatt 20 000, törölte a YouTube utána. Tehát a YouTube is törölte, az Instagram is törölte, egyedül a Twitteren, az Elon Musknak köszönhetően a Twitteren ugye a szólásszabadság valóban megel, 50 millióan látták már a Twitteren ezt a videót, tehát ez nem kis szám, de ennek ellenére a Pfizernek a pozícióit érdemben nem rengette meg, valamennyit estek a részvények, de hogy mondjam, annyira nem ártott a Pfizer. Ez a világ legnagyobb botránya kellene, hogy legyen, és itt kanyarulunk vissza. A mainstream média írd és mond, egy hangot nem beszélt a sztoriról. Tehát nem, nyilván se a New York Times, se a CNN, de semmi, kisebb médiumok is, semmi. Tehát ez kizárólag a közösségi médiában, influencereken keresztül esetleg egy-egy ilyen alternatív sokan. Nálunk szerintem... sem nagyon beszéltek róla, vajon miért? És hol? Figyelj, nálunk sem. Amúgy ezt tapasztaltam a magyar mainstream médiában, és egy csomó minden nem jut, egyszerűen nem jut el a mainstreaming. Beszélgettem már pár ilyen mainstream-ebből tartalomgyártól, és egyszerűen egy csomó információ nem jut el hozzá. Ők is ezért nyilván szerkesztőkön keresztül dolgoznak, és nem jut el. Most gondolj bele, te, aki ezt tudod, mert láttad ezt, nem hallottad valakit, hanem te ezt láttad a szemed, de ez az ember kutatási igazgató, ezt így elmondta. És nincs ebben semmi különleges, hogy kitalálnak egy problémát, amire megoldást akarnak eladni. Ez nem most találták ezt ki. És te ezt kimész utcára, elmondod egy munkatársadnak, és azt mondja a munkatárs, hogy te hülye vagy, te földön kívüleket vizionálsz, összeesküvés elmélet hívő vagy, és azért, és amikor azt mondod, hogy ember, te egy párhuzamos univerzumban élsz, akkor téged néz hülyének. És amikor azt mondod, hogy a közösségi média az tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, azt mondod, hogy lehallgat a Facebook, akkor te hülye vagy. Amikor ilyenek kibuknak, akkor hát igen, megesik, elszigetelt eset. És egyszerűen aki ebben nem látja az összképet, az a normális, aki meg igen, az hülye. Tehát ez... Igen, és ez mutatja azt, hogy a hagyományos médiának, és most az internet, online média is ilyen szempontból hagyományos, tehát azok a médiumok, amelyek most már az interneten jelennek meg, de egyébként a fősugrathoz tartoznak, hogyha ezek nem csinálnak valamiből sztorit, akkor az, ha csak nem egy ilyen óriás sztori, amelyik tényleg azért mögé állt a Veritas, mert szerintem egyébként a Daily Wire, meg még egy-ketten a jobboldali nyilvánosságban, de kevés, még ez is kevés, tehát még mindig óriási ereje van annak, hogy a mainstream média az emberekre iszonyatos befolyással bír. Tehát még mindig itt tartunk. És a másik oldalon, bocsánat, csak látom, hogy utána szeretném valamit, az amerikai választás kapcsán szintén gondolkodtam ezen, hogy ugye született egy, most a félidős nem az elnök választáson, hanem most, ami most volt ugye novemberben a félidős választás, ahol is az előrejelzések azt mutatták, hogy a képviselőházban egy nagyon erős republikánus előretörés lesz, a szenátusban pedig kevésbé, de ott is át fogják venni, meg fogják szerezni a többséget a republikánusok, ehelyett ugye azért, hogy a szenátusban egyáltalán nem szereztek többséget, a képviselőházban igen, de sokkal kevésbé, mint amire számítottak. Most ugye itt is megjelentek ilyen történetek, hogy mint az elnök választáskor nem annyira súlyosan, hogy a számlálásnál különböző anomáliák nem működtek a gépek, abba hagyták a szavazatszámlást, tehát lehet, hogy itt is voltak kisebb-nagyobb csalások, de összességében valószínűleg azért kevésbé. De az eredmény az egy ilyen nagyjából 50-50% lett a két oldal javára. És természetesen mind a kettő igyekszik győzelemként eladni a nyilvánosság felé, mert hát fontos is, hogy életben tartsa a hívei számára a lelkesedést. És hogy mind a kettő valójában tényleg eladhatja győzelemként, és tekinteti győzelemként, ugyanis a következő helyzet.
elképesztő média túlsúly van a baloldal, ugye a demokratikában. Már a Fox News is a Disney alá került, és amikor konkrétan ott is meg van még egy-két független műsoruk, de már a Foxon sem mondhatott ki azt, hogy Soros György egy pénzügyi manipulátor meg. Tehát mert egyszerűen lekeveri. Hát már ott kezdődik, hogy a Trump-Biden vitát, azt a Fox akkori műsorvezetője, a Chris Wallace vezette, mérhetetlenül Biden felé elfogultam. De mindegy. Tehát, hogy ilyen szintű média egyenlőtlenség mellett is a republikánusoknak nagyjából 50%-ra sikerült hozni a választást. Tehát mondhatják és gondolhatják azt, hogy hát ez, ahhoz képest, hogy milyen nehezített pályán játszunk, ez kurva jó, és hogyha egy kicsit sikerül mondjuk a Twittert átállítani, amit azóta sikerül, vagy normálisan, akkor gyakorlatilag biztos, hogy megnyerjük a következő választást. És ez nem irreális, mint hogy egyébként Magyarországon is az elképesztő nemzetközi média ellenszélben is kétharmadot tud elérni a kormány, tehát ez egy óriási eredmény. Tehát ott is mondhatják azt, hogy ahhoz képest, hogy ott milyen nehezített pálya van, meg milyen ellenszél, ahhoz képest az 50% nagyon jó a demokraták, meg azt mutatják, hogy tehát ez a mostani Biden kormányzás, ez egészen elképesztően, ez csapnivaló. Tehát ilyen rossz elnök és ilyen rossz kormánya nem volt még Amerikának, és nem azért mondom, mert nem szeretem a demokratákat, mert voltak már rossz elnökök, emberileg Jimmy Carter nem volt egy rossz ember, de elnökként egészen gyenge teljesítmény nyújtott, voltak nagyon jó demokrata elnökök is, mondjuk Harry Truman például, tehát nem, vagy Kennedy, de hogy ilyen szar elnök és ilyen szar kabinet, és hát látjuk, hogy ugye ilyen kvóta alapján transzneműeket nevez ki azért, mert most ez kell, és aztán kiderül az egyik, hogy egy kleptomániás elmebeteg. És ez a legkisebb baj vele. Igen. Tehát ilyen csapnivaló kormányzás mellett is 50%-ra tudják hozni a demokraták az eredményt, tehát gondolhatják azt, hogy hát ha egy kicsit jobban kormányoznak, akkor garantáltan megnék. Tehát mindkét oldal elégedett lehet, vagy bizakodó lehet a jövőre nézve. És itt azért nagyon fontos tényleg a média szerepe ebben, és a mainstream médiával szemben tényleg nagy kérdés, hogy hiába van egy nagyon erős ilyen alternatív nyilvánosság, nagyon jó amerikai influencerekkel, akiket tényleg elég sokan követnek, látjuk, hogy azért ez nem elég. És mit mond erre a magyar ellenzék, erre a amerikai 50-50-re? Fennhangon hirdeti, hogy a trumpisták elbuktak, Orbán barátai elbuktak. Én erre csak azt mondom, hogy szeretne a magyarországi ellenzék akkorát bukni, mint Amerikában a republikánusok. Hát meg a másodlagos nyilvánosságnak a legnagyobb korlátja az, hogyha kinyitjuk és demokratizáljuk és mindenkit beengedünk a véleményformálók közé, akkor ugye megjelennek a futóbolondok, és eljutunk odáig, hogy a múlt héten a polgári mulatóban Boros Imre bácsi tartott előadást, most meg az Ádám van itt. És még Puzsér is jönni fog. Ez aljas volt, lesből támadott, mert pont a telefonomat nyomogattam, és nem voltam. Jó, akkor... De én legalább itt voltam időben. Akkor mondd, és akkor még lesz egy kérdés, utána kérünk. És médiának a szerepe, hogy mennyire erős meg. Tehát ezt már lemérték. Nézzük meg, hogy mi volt például egy világra szóló sztori, a Snowden. Mi történt? A Guardian kinyomta, hetekig, hónapokig ment mindenhol, és mi lett belőle? Semmi. Az embereket nem érdekelte. Miért félek attól, hogy valami nyilvánosságra kerül? Rohadtul segít, nem érdekel. Az volt, hogy ugye persze kinyomták a sztorit, de aztán utána leültették. Akkor működik egy sztori, hogyha folyamatosan tolják és hergelik, és a George Floyd erre a legtökéletesebb példa, hogy azt habosítják folyamatosan, és azért az emberek felhergelődnek. Ez emocionálisan működik. Van-e, legyen még egy kérdés, aztán sajnos be kell fejeznünk, mert hogy... A lányoknak menniük kell, és ide pedig jön egy teljesen más... Akkor nekem lesz egy belső kérdés. Brigád bulizni. Remélem, hogy az Ambrózival itt az egészségügyi szünetben nem maradtunk le erről a kérdésről, és nem újra fogom feltenni, de Ron DeSantis vagy Donald Trump? Ez egy nagyon jó kérdés. Tegnap a Ungár Péterrel vitáztam el egy Margit körúton egy ilyen zöld, valamilyen zöld csoportnak, de tök jó volt egyébként, kifejezetten izgalmas és jó. Zöld cipra? Nem, tehát nem ennyire kommunista brigád egyáltalán. És ott is fölmerült, tehát ugye a Péter azt mondta, hogy Trump nem Trump lesz a jelölt. Mint,
mindkettő mellett szólnak érvek, már abban a tekintetben, hogy kinek mekkora esélye van a jelöltséget elnyerni, és abban a tekintetben is, hogy majd a választáson kifusson neki a bárki is lesz a demokrata ellenfél. Egyébként ugye én pont ma olvastam egy kutatást, hogy egy amerikai cég végzett a század végén közösen úgynevezett ilyen csatatér államokban, ahol el szoktak dőlni a választások. Tehát ugye azt tudjuk, hogy érdekel titeket az amerikai politika? Egyáltalán nem beszéljek erről? Hogy ugye vannak olyan államok, a legtöbb állam egyébként ilyen, ahol nagyjából lehet előre borítékolni az eredményt, ma már is semmi jelentőséget, tehát akár meg se kéne tartani kis túlzásra a választást. Nem. Én nem értem, narancsárga az egész ország. Ugye tehát a két part, Kalifornia, és ugye a négy legnagyobb állam, ahonnan a legtöbb elektor megy ugye az elektori kongresszusba, tehát az Kalifornia, Texas, New York és Florida. Ebből Kalifornia és New York masszív van demokrata, de nincs kérdés. Texas határozottan republikánus, most már egy csomó a nagyvárosokban, tehát Houston, Dallas, ott rengeteg demokrata körzet van már, de és a demokraták szerették volna átfordítani Texas-t, régen azt képzelték. Semmi változás. Persze, tehát a városok azok mindig, de a demokraták azt gondolták, hogy a mostani választása még akár át is fordíthatják Texas-t, tehát nagyon nem sikerült, tehát azért Texas még mindig meggyőzően republikánus. Florida az egy ilyen mindig billegő volt, ugye a Bush-Gore közötti választás 2000-ben, az hetekig nem tudtuk az eredményt, mert Floridát nem tudták megszámolni, ott volt a nagy. Ehhez képest Floridát, igen, 4 óra alatt most a DeSantis kormányzó 4 óra alatt megszámoltatta az eredményeket, és olyan masszívan győzött, azt hiszem 60-40% körül, ami soha még Floridában senkinek nem sikerült. Akkor még annyi, hogy el tudjátok képzelni azt, hogy személyigazolvány nélkül mentek el szavazni? Mert Amerikában jelenleg egy gázszámlával is tudsz, és amikor be akarták vezetni azt, hogy legalább valamivel igazold magad az meg, hogy te vagy az, aki szavaz, az rasszista, mert a feketék, a szegény elnyomott feketék annyira szegények, hogy nem tudnak maguknak személyi igazolványt csinálni. Tehát beszarsz, annyira megmoralizáltad. Amúgy szerintem az a rasszista, aki a feketéket fogyatékos. Tök érdekes, ezt jól tudom, hogy azért tudják 4 órát megszámolni, mert folytában nincs ez a szavazat. Ezért, hogy a gázszámláddal szavazol, meg a nem tudom, 6 nap után kiderül, hogy még maradt nem tudom hány szavazat, hanem ott olyan, mint Magyarországon kb. Papír alapod oda, és leszavazol, azt 4 óra után megszámolják. Milyen érdekes, ugye? Trump DeSantis kapcsán, ugye, amikor a költészet meg a bölcsészet tudomány jelentkezik, a legszebb mondat, amit olvastam, hogy Trumpnak nincs többsége, DeSantis pedig nem tudja szállítani a többségéből a szavazatokat. Szóval akkor visszatérve a politológiai fejtése, hogy ugye, és van egy csomó kisebb-nagyobb állam, ahol szintén eléggé borítékolható az eredmény, és van néhány, ahol soha nem lehet tudni előre, és ezek az úgynevezett csatatér államok, ahol mindig eldől. A választás klasszikusan ilyen volt Florida, most már éppen nem az, de Pennsylvania, Ohio, Michigan, igen, van még egy Wisconsin, abszolút, igen. Arizona is egyébként egy kicsit, igen, az inkább republikánus, de most már talán nem annyira. Szóval vannak ezek az államok, és ezekben végeztek egy kutatást, illetve konkrétan, hogy megkérdeztek, nem tudom, 2000-valahány embert, és választott, és az jött ki, hogy Trump masszívan legyőzni a Bident. Ami nem egy rossz előjel, de ugye Trumpnak meg kell szereznie a jelöltséget, és neki van egy nagyon erős ellentábor a republikánus párton belül, akik, hát... Sokan még a republikánusokon belül is Trumpot konkrétan gyurcsányként használják, tehát nem akarnak vele azonosulni, és én azt látom, hogy szerintem nem nagyon fogják merni elindítani, mert Trumpot már annyira démonizálták, hogy már sokan a billegő szavazók közül azért sem szavaznak rá, mert az ő mikrokörnyezetük ezt cikinek fogja tartani. Igen, van egy ilyen azért benne. Igen, DeSantis pedig egy relatíve mérsékeltebbnek tartott jelölt neki. Picit a beágyazottsága és a politikai establishmentben egy fokkal jobb, és egyébként nagyon jól kommunikál, nem fiatalabb. Úgy érted, hogy doktor miniszterelnökebb. Egy kicsit igen, de egyébként ez nem hülyeség, hogy Trumpnak az volt a legnagyobb erénye, hogy ő abszolút egy kívülálló és gátlástalan, és nagyon, nagyon jól beszél, nagyon jól kommunikál. Az volt a nagy erő, hogy nem volt seggfej.
látunk. Nem, akkor kicsit elveszünk. Hogy ki nem volt se szóval fej. A Trumpot majd utólag azért fogják egy zseniális elnöknek tartani, mert hogy nem volt egy gonosz ember. A külpolitikája az arról szólt, hogy Amerika most már egy 4 éves ciklus, és ne indítsuk egy háborút. Húha! Azért elég jól jöttünk ki belőle. A belpolitikája arról szólt, hogy próbáljuk meg visszahozni Kínából, meg a Afrikába kitelepült termelési kapacitásokat. Jó, hogy a mainstream nem és adjunk munkát az amerikaiaknak, csak hogy ezeket a kvalitásait a média, akikről az előbb beszéltük, egyáltalán nem engedte megjelenni, hanem ehelyett démonizálták őt. Tehát az emberek nem a józan eszük alapján ítélik meg a Trumpot, hanem az alapján, amit a médiában hallottak. Én beszéltem egy brit sráccal, és korábban szóval kellett ezt, hogy talán, és akkor mondják, hát Trumpot nem kedvelem. És volt ilyen jelzőket, valami ista, rasszista, hanem miért? És tökre én rá, miért? Hát nem szimpatikus, de mondom, de mit mondott? És akkor rácsán, hogy hát így most nem tudom konkrétan megmondani, és annyira beékelik ezeket a gondolatokat, nem fogod tudni megindokolni, csak nem is kész, ennyi. Igen, de az, hogy valaki nem kedvel valakit, az nem azt jelenti, hogy az nem jó elnök. Tehát én se kedvelem. Nem, ez nem vitatom. Én se kedvelem Trumpot, tehát narancsága haja van, és olyan nőket dugott meg, akit én csak az Origo címlapján látok. Tapsod Ambrózi Áronnak! És akkor... Tényleg röviden tömeggyilkos. Hogy ezzel a démonizálással nyilván elérték azt, hogy egy csomó olyan ember, aki egyébként nem elkötelezett szavazó, és bekajálja ezt a média narratívát, ellenségesen viseltetik Trump iránt, és azért, hát ha a DeSantis iránt nem csak, hogy ha DeSantis lesz az elnökjelölt, akkor ugyanezt a karaktergyilkosságot 2 hónap alatt végigviszik rajta, és őt is ugyanígy démonizálni fogják. Lesz egy fogják. Nő, aki 37 éve megjelölt. Hát igen, előkerül majd egy nő, akit 37 évvel ezelőtt csúnyán beszélt. Biztos, hogy nála is előjönnének a sztorik, tehát ilyen szempontból szerintem DeSantisnek nincs előnye Trumppal szemben, viszont nagyon sok elkötelezett, tehát Trumpnak van egy nagyon-nagyon-nagyon erős ilyen bázisa, egy kemény mag, és az nem pár ezer ember, hanem milliókról beszélünk, és hogyha nem ő lesz a jelölt, akkor ők valószínűleg egy nagy fityiszt mutatnak majd a republikánus pártnak, mert hát ők a Trumpot szeretik, tehát szerintem Trumppal van a legnagyobb esély, és hogyha ez a kutatás ez mérvadó, akkor az meg pláne jó jel, de hát addig még sok minden történik meg, nyilván innen messziről. Jó, de csak azzal zárjuk le, hogy a kérdést úgy tettem fel, hogy Ron DeSantis vagy Donald Trump, kifejtettük, de hogy magánvélemény. Ja, hogy az én véleményem. Igen, tök jó volt, mert én erre mentem ki, hogy beszéljük meg, de hogy magánvéleményt is nekem nincs véleményem. Ezt akkor viszont mindenki mondja el, és akkor ezzel zárjuk. Viszont bocsánat, én alig várom már azon, kicsoda? Az én megéri a 87 éves Biden véleményben, hogy ne választanak meg az Egyesült Államokból olyan öreg embert, mint Trump, aki 79 éves. Pontosan egy kicsit én is ezzel értek egyet, de még várjuk meg a többieket, hogy ők mit mondanak, és utána elmondom, és akkor az lesz a vége. Na, Trump vagy DeSantis? Csak ugye lányok is szólaljanak már, meg olyan rég beszéltek. Én Trump. Egyértelműen. Igen, a fejemben most fogadtam, hogy ki mit fog mondani, és majd megmondom, hogy... Ugye, mivel nekem Trumpos pólom van, úgyhogy mindenféleképpen Trump, és a politikai hopistának a webshopjában ti is vegyetek nagyon sok Trumpos pólót, ezzel támogatva őt szerintem. Én később Trumpot szeretném, de félek, hogy DeSantis lesz, úgyhogy őt. Nekem nincs ezzel kapcsolatban vágyám, amit szeretném. Oké. Akkor ti is. Nálam van kezdem. Én taktikai jelöltet akarok. Ha DeSantis népszerűbb lesz, akkor ő. Tehát hogy nekem nincs, én nem az emberhez rajongok, hanem tehát én normális kormányzást akarok. Ha a republikánusok lesznek, én azzal megelégszem. Én DeSantis. Nekem tök érdektelen ez a kérdés, ne haragudj, tehát most ezt úgy csinálsz, mint hogyha, és akkor mi van, hogyha a másik lesz a jelölt, tehát én szerintem ez egy teljesen, vagy eleve valószínűleg nem engedik nyerni, tehát el lesz az intézve, hogy a mostani ciklus. A másik az, hogy a republikánus párt az nem tudja ugyanezt a háborús nem tudom mit előhozni, tehát én úgy emlékszem, hogy ott a Bush alatt elég szép héja társaság összegyűlt, tehát akkor áttelepülnek abból a pártba, és azzal a párttal fognak háborúzni.
Jó, az kétségtelen, hogy a kurc az egy ilyen benyálazott, ilyen nagy tenyérrel így fejen tudja baszni az embert. Tehát... most mit tud a másik előtt az, amivel érted? Tehát most tök mindegy, tehát teljesen felesleges. Na azt, hogy melyik republikánus jelöltnek lesz nagyobb esélye győzni, azt nyilván a republikánus elnök előválasztás majd el fogja dönteni. De az előválasztáson én azért fogok a Trumpnak szurkolni, mert Trump újra elnöki válása, akkor a sikoltozás meg nyilvánkolást váltanak ki a liberális világból, hogy én kiülnénk a körútra, és csak néznénk az elnökét. Hát, vagy Cartmanként kimennék nyalogatni könnyeket, vagy csak ott ülnék ott a számítógépen, egy másik számú karakterként. Igen, ez egyébként kb. Nagyjából ezeket jósoltam meg. Én is úgy vagyok vele, hogy egy kicsit azt mondom, hogy már picit azért öreg a Trump. Tehát nem biztos, hogy ilyen nem idős jelenek. De legalább nincs 180 éve a szenátusban, mint Biden. Igen, de a liberális könnyek látványa az elég csábító. Én nekem egyébként a DeSantis tényleg nagyon meggyőző, mint politikus. Borzasztóan jól építette fel az imidzsét is, és nagyon jó munkát is végez Floridában, és kőkeményen beáll az ügyekbe, tehát elzavarta a Disney-t a picsába, az adókedvezménnyel. Azért tegyük hozzá, hogy amiket most a Trump beszél, hogyha ő hatalomra jut, akkor azonnal befejezi a háborút, meg ilyesmit. Hát én nem nagyon tudom, hogy ez... Nem egészen reális. Hát egyrészt nem reális, másrészt, hogyha ezt tényleg komolyan gondolná, az nekünk nem biztos, hogy annyira jó forgatókönyv lenne egy egész Kelet-Európának, tehát... Hogyha itt meg fog jelenni megint egy-két milliós fő szoros hadsereg a határunknál, hát én nem lettem túl boldog a hírtől, tehát azért ez is, hogy mondjam, tehát én semmi jót nem várok ettől az elnökválasztástól, akárki nyer. Hát pedig muszáj, hogy valami jót várjunk, mert akkor ezek szerint adjuk fel, hogy hát két óra minden telt rossz. Két óra telt el, és csak most értünk rá az ukrán háborús témát, ez egy haladás. Nem, arra jutottuk, hogy tulajdonképpen kurva nagy hiba volt felfedezni az amerikai kontinens. Ádám, te egyáltalán mit keresel itt? Hogy jutott el ezt a... Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Az idő az mindig eltelik, és biztos egy csomó kérdés a levegőben maradt. Legközelebb majd tegyétek fel őket, jó? A tombolát el ne felejtsük, igen, de ne én húzzam ki, a csajok húzzák ki. A tombola, hát egy pólót. Lesz egy póló nyeremény, lesz a békepropagandistás póló, jó? Mert abban biztos, hogy vannak méretek. Nekem most ez Robira kedvencem. Ábrahám Robi, ugye, ő szervezte a béketüntetést, és azt mondtuk, hogy mindannyian békepropagandisták vagyunk, mert ugye a 444, ez nem a HVG ezzel vádolt minket, és mi ezt büszkén viseljük, ezt a stigmát, hogy mi igenis békepropagandisták vagyunk. Úgyhogy egy ilyen pólót majd valaki hazavisz a webshopból. Itt van, hogy? Itt vannak a számok, de akkor valamelyik lány. Melyik lány szeretne végig vonulni itt, mint a szerencse? Ez az. Köszönjük szépen, Laura. Hát akkor... Egyet húzzál ki. Ja, akkor lesz majd más nyeremény is. Akkor ez a póló az első rögtön? 57-es. 57. 57. Akkor mindjárt... De megvan. Évi, húzd a következőt. Ez most mi lesz? A polgári mulatóba 2 darab belépőjegy. 43. Ez is megvan. Azt most rögtön átveheted a polót, azt majd ki kell választani a méretet. Gyere. És azt kevesen tudják, hogy amikor nem polgári mulató van és politikai hobbista, akkor én barok és hímzek. És az első kollekciómból szeretné egy... Felajánlani egy táskát. Azt én akarom. Édesapám, az Európai Bizottság hivatalos álláspontja szerint ez egy nagyon férfias munka, amit te végzel. Ez így van. És az a különlegesség, hogy például a Matyó Rózsában itt benne van a család jelképe. Ezért tiltották ugye nagyon sokáig, és szüntették meg a házipari szövetkezeteket, illetve a néprajzot. Ugyanis itt belül ez a kis sárga a gyerek, ezt öleli körbe kéken a nő a jelképe, a szimbóluma, és körbe a piros pedig a férfi szimbóluma, mint egy családot öleli körbe. Tehát a magyarban minden jelkép üzenet, és ez az én célom, hogy ezt így örökítsük át. És én ezt szeretném felajánlani. Akkor ez a jó, ez a főnyelem, egy Kinga, ezt húz ki te az utolsó.
még mielőtt a kurc most se lesz, hogy Kim Lim Shepard szerint ez egy náci egyenruha volt, amit te megmutattál. Még mielőtt kihúzzátok a tombolát, nem akarok becizni, de csak megkérdezem, meg kinek hány gyereke van, mert nekem most jön a negyedik, úgyhogy... Megvan? Hányos? 66-os. 66, fasz, 99-es. 66-os. 66, megvan? Jön. De hol a 43-as a győztes? Nem jött még ki a nyereményért. Kié volt a 43? Igen, te volt a 43-as, akkor itt a két belépő. Gratulálunk. És a 66-os? Óriási. 66. És akkor a 57, akkor a póló miatt itt oldalt. Ha valaki szeretne pólót, itt leszünk hátul. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy jöttetek. Még szerintem, Timi, még nem rúgtok ki minket, ugye? Már nem, úgy nem, a nem helyiségből. Nem, is gyorsan elmondom, hogy a két belépőjegy azért is fontos, mert hogy most pénteken érkezik hozzánk egy kárpát-aljai költő, írónő, Lőrinc P. Gabriella, mert szerintem lehet, hogy hallottatok róla, József Attila díjat kapott. Azt követő hét pénteken Szántai Lajos jön majd hozzánk, a magyar népmesékről fog majd egy jó kimerítő kis estét tartani, és áprilisban háttérkép közönség találkozó, utána irodalmi szalon Szép szerelme Magyarország, Nemcsák Károly és Tolcsvai Bélának a műveivel, és ami nagyon fontos, ugye lesz még Jesszi és Schiffer Vivita, illetve Hídvégi Balázs is érkezik hozzánk, és majd Kocsis Máté is. Úgyhogy ha köszönöm szépen, hogyha felírtátok az e-mail címet, én ezt mindent elküldöm majd nektek, és várunk vissza szeretettel titeket. Ehhez egy picit meg hadd csatlakozzak annyival, hogy most még itt vagyunk egy kicsit, tehát itt beszélgessünk kötetlenül a bárpótán, meg ilyesmi, hogy tényleg nagyon örülünk, hogy jöttetek, és én azt szeretnék, hogyha most már talán így megtaláljuk, hogy ez akár rendszeres is lehet ez az összejövetel, hogy legyen egy kérdezzetek, beszélgessünk, tehát ez egy ilyen hasonszörű gondolkodásúaknak a találkozó helyévé tegyük. Nem csak a polgári mulatot, de pláne, amikor ilyen hobbista van. Politikai hobbista klub. Klub, igen, tehát hogy ne is annyira mi beszéljünk, meg szerepeljünk, hanem kérdezzetek, beszélgessünk, és gyertek máskor is, és találkozzunk, és tartsuk a kapcsolatot egymással. Szerintem ez egy nagyon hasznos dolog lesz. Köszönjük! Lenne, úgyhogy itt vagyunk Belpesten, hogy ez nem a mi térfelünk, de átvesszük ezt is. Polgári monotó. Érték a felszínen.